uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello drága Békés Csabaiak. Sziasztok! Jó reggelt! Hol nem esik? Azt mondjátok meg nekem, igen, hogy láttam egy nagy fényes valamit az égen. Az micsoda? Aha, hogy kell? Az mi az Isten? Egy ilyen nagyon meleget sugárzó valami, fényes volt, meleg volt, és úgy csillogott. Én az mi? Ősi proficiekből olvastam róla egykor. Úgy hívták a nap. Nem láttunk ki egy gyerekek 3 napja, vagy 4 napja. Hát szenzációs. Hol van jó idő, érted? Ennyi. Hát Békésen felérintette. Ide szólt, oda szólt, ahova kellett. Haza jó kellett jönni. Egy-két régi telefonszámot. Haza telefonált Békának. Anya, megvan még a régi, ott eszem. Tudod, a fontos számokkal. Ismersz valakit a napnál? Aha, igen. Nem a felhőknél. A NapZRT-nél. A NapZRT-nél ismersz valaki, gyerekek, fel kellett vennem a napszemüvegemet, érted? Igen, észrevettük. Uri mulatság vagy hóbort, nem könnyezik a szemem az erős fénytől, tehát muszáj abban lennem. Először azt hittem, hogy nagyon jól sikerült, tegnap és ennyire kitágult a pupillád, de aztán most, hogy így helyre tetted, hogy ez valójában egy napszemüveg. Nem, egy napszemüveg, igen, kérdezi így hallgató, hogy ez meglett, vagy ez egy másik. Nem, ez meglett. Tehát ez az, amit elátkoztam, hogyha te megtaláltad ott. Megtaláltam. Hazamentem, és ott volt a tálban. Ja, csak gyakorlatilag a fél Budát gyadúsítottuk meg. A zöldségestől kezdve mindenkit, hogy ellopták a napszemüvegét, otthon volt. Te, aki most ott hallgatsz minket, és ott fogod a kezedbe, megtalálunk. De figyeljetek, hát tegnap este, amikor befejeztük, volt egy kis közös vacsoránk, egy fantasztikus hotelben, erről két szót azért mindenképpen mondjuk, hogy azt a kedvességet, azt a színvonalat, amit itt Békés Csabán nekünk nyújtanak ebben a hotelben, itt a város szélén az egykori Dugonics laktanyának a helyén épült ez a szálloda, hát pazar. Tehát, hogy gyakorlatilag minden igényt kielégítő, nagyon-nagyon jól érezzük benne magunkat. Nem hozlak szar helyre. Hát nem. Jó, na, hát nagyon szép volt, gyerekek. Fontos számok. Nagyon szép fontos volt. Fontos számok. Tényleg, le a kalappal, nagyon jó kis hotel. Nagyon-nagyon rendben van egyébként. Tényleg. Nagyon jól éreztük magunkat. Na és akkor hát ugye mindenki megjött, ugye tegnap este mindenki a saját kis dolgáról, köréről érkezett. Majd mindjárt két szót majd én is szeretnék mondani, egy külön erről a kis halastavasít környékről, mert ez egy külön élet, ami ott folyik. És ugye elköszöntük egymást, és Ferivel kimentünk, illetve Laci, Feri és én kimentünk a teraszra, hogy ők még elszívjanak egy deket, és Ferivel pedig keresünk magunknak saját csillagot, mert mindig, amikor Béka távol van, és Feri pedig békésben van, akkor mindig összebújva egy csillagot kerestek. Mindig megérzelmesedik ez a nagy ember, és akkor keresünk magunknak egy közös csillagot, megfújjuk egymás kezét és segít, és most nem találtunk. Na. És nem találtuk, és én megmondom őszintén, hogy nagyon picit pánikba estem. Tehát az, hogy sehol egy csillag az égen, mondom, ez hogy eső lesz arra, hogy jön az eső. Hogy ez mit jelenthet? Azt, hogy tele van felhőkkel az ég, és ezért nem látjuk a csillagot. Ez egy nagyon, nagyon okos, nagyon értelmes következtetés, egy imádat. Így is van. Nem akartalak, 8 éves ember. Így van, nem akartalak felzaklatni, meg felébreszteni, hogy rácsörgök, és megkérdezem, hogy ennek halod, mi lehet az okornak, hogy nem látjuk a felhőkkel a csillagot. Te bírod ezeket a planetáriumos dolgokat. Na, és a lényeg az, hogy behúztam a sötétítőket, és reggel félve, ezt nagyon komolyan mondom nektek, félve húztam szét a sötétítőt. Egy előbb egy picit kinéztél? Én nem tudtam félrehúzni a sötétítőt, nekem konkrétan 5 perc volt, mire rájöttem, hogy hol vagyok. Hogy ez a tapéta. Nem, igen, hogy egy ajtó előtt állok és próbálom elhúzni. Nem, ma keltem úgy reggel, hogy nem tudtam, hogy hol vagyok. Tehát csütörtökre ugye? Érek oda, hogy kellett egy ilyen félállomban való 5 perc riad gondolkodás, hogy hol vagyok, hány óra van, mi a dolgom, hétvége van-e vagy hétköznap. Ha hétköznap, melyik város? Miért nedves a takarom? Miért nedves a takarom? Ki ez a halott nő itt mellettem? Igen. Aki még éjszaka élt. És ki ez a vidám srác, aki éppen zuhanyzik? Igen. Ki az a hosszú, szofos fiú, aki zuhanyzik, és mi történt velem az éjszaka? Nem, tényleg, egyszerűen nem tudtam, de csütörtökre fárdal annyira az ember, nem tudtam. Aztán rájöttem, hogy persze Békés Csaba, én el sem húztam a függönyt, tehát már láttam a bejövő fény, mondom, máznink van, gyerekek, máznink van. És nem is lesz. Hát eső. Nem. Állítólag. Azt mondják, hogy jók vagyunk. Észak-keleti irányban hagyja el a Kárpát-medence térségét, az a zivatar és az a felhőzet, amit tegnap néztem az M1-et, és remélem, ebben nem hazudtam. Igen, M1-re elaludni, ez valóban. Igen, bár van egy pikás bája. 99 csatorna, gondoltam, megkeresem a felnőtt csatornákat is, de már annyira álmos voltam, hogy 55-nél feladtam. Mondom. Fizetős, mindig fizetős. Hát az külön, te megterhelik a szobát. Jó, de hát szülinapja van, meghívtuk volna. Az is igaz. Megtudtam a szobaszámot, tehát tudtam, hogy hol kell. Hát te tényleg, ma szülinapos vagy. Hát azért erről ejtsünk egy szó, gyerekek. 48. életévében lépett ez a csodálatos ember. Nem is látszik rajt. Nagyon szépen köszönjük, egy perccel se vagyok idősebb. Aki a saját
saját születésnapját egy héttel ezelőtti, másfél héttel ezelőtti maratonnal ünnepelte, ugye meglepte saját magát, de hát nincsen része ajándék a 48. születésnapra, mint egy maraton lefutása. Így van. És szülinap. Volt valami kis szülinapi összebújás magaddal, úgy feküdtél le, hogy Isten éltesse János. Ja, köszönöm, ilyen... János. Egész jó formában vagy, János. Igazad van, János. Nem is lehetnék jobb formában, János. Így van, köszönöm szépen. Neked is, neked is. Jó éjszakát. Neked is. Hajtogattam magam a törölközőből egy muffot. Mármint kézmelegítő természet. Így van, orosz kézmelegítő muff. Pontosan így van, az nem tudja nézen után. Van ilyen utazó muff, tudod? Igen. Tegnap ittunk azért az egészségére egy jó pálinkát, hogy azért ne érezzétek azt, hogy mindenki... Nagy buli azért nem volt. Antiszocialisan jövünk, megyünk. Egy után kidőlt. Kínálták. Igen, de jóféle pálinkát. Jóféle pálinka volt. Mertem kettőt, nem szeretem a pálinkát, mert szerintem egy retek ital, de egyébként... Ezt a tök jó helyen mondod. Aha, igen. Kevesen csinálnak. Nagyon nagy pálinka főzés van. Még ne dobáljátok meg. Nem, szerintem ez egy tipikusan olyan ital, amire mi büszkék vagyunk. Egyrészt azért, mert nincs másra, kettő, hogy szerintem ez világviszonylatban, na, szóval azért legyünk őszi önkritikusak egy kicsit. Szóval, hát, hogy igen, ha ebbe szocializálódsz bele, ha ezt iszod, fiatal korod, ott azt mondod, jó, egy jó pálinka, érzed a gyümölcstiszt. Azért ez, na, hát ez nekünk magyaroknak. Igen. A határon túl azért ez már kevésbé szereti. Hát de jó volt, finom nyugati, volt. A nyugati határokon túl, mert ahogy egyre kelettebbre megyünk, hát, egyre rosszabb. Tehát, hogy ott azért... De mégis arcvizet is megisszák. Hogy itt nagyon-nagyon komoly hagyományai vannak azért. Igen, ezt tudom, persze. És itt azért mindig megisznak egy kávét a reggeli feles után. Én ennek nem szeretem. De amit Ferivel tegnap ittunk, fingom nincs miért, de az nagyon jó, Feri is jó volt, a bírstittál, vagy bírset. Bírset. Én szilvált, és nem volt az a kaparó, tudod, az, amikor lángot akarsz lehelni utána, hanem igen, na most a Laci meg pont ezt hiányolta, mert az ő apukája viszont főzött pálinkát. Igen. De úgy volt csak, hogy izébe ilyen nagyon 5 centis vastag üvegbe lehetett tartani, mert szétmarta. Tehát semmi másban nem, de és ez a Lacinak... Hétig. Igen. Aztán cserélni kellett az üveget. Mindig egy 3 napra elvesztette a látását a Laci 16 éves, amikor az apja megkóstoltatta vele a pálinkát, akkor a Laci 3 napig nem látott lefütt utána. Lefütt az tehát, új szilva. Ha ahhoz vagy hozzászokva, akkor megértem. És emlékezetből kapáltak a káposztát. Keresztben mi is fiam. Nem, te meglepően finom volt. Én azért ahhoz vagyok szokva, hogy ígyunk egyet, megkínál vendég, nem akarsz rossz fejlenni, jaj, essünk túl rajta gyorsan a vizet utána, van. De ez jó volt. Mi az? Pari, milyen gyorsan megint, és hol a poáron? Nem tudom, valahol elnudt a hátra. Nem, tényleg, szóval jó finom volt. Meg a kaja is jó volt. Tökéletes. Tehát amikor már megérkeztünk egyébként a hotelhez, mondjuk akkor egy picit furcsálottam, hogy van egy őrtorony a hotelnek a bejáratánál, és ül egy benne, illetve áll benne valaki. És akkor így nézem, mondom ez vagy egy 10-százados a csávó, vagy pedig nem igazi, mert hogy annyira merev volt, hogy már mondom, hogy ilyen vigyázban nem lehet itt állni. Aztán megnéztem és kérdezgettem a Juditot, de erre sem tudott válaszolni természetesen, erre a kérdésem se, hogy ez nem egy laktanya volt régen. Mert mondom, olyan volt az elhelyezkedése, olyanok voltak az épületek. Aztán láttam, hogy mögött is van egy-két nagyon ismerős épület, még ugye a 90-es évek elejéről, amikor én is ugye a Magyar Honvédséget sújtottam a jelenlétemmel, és aztán bementünk, és elkezdtünk beszélgetni a hölgyek, és kiderült, hogy ez az egykori Dugon is laktanya. És én azt gondolom, hogy egyébként ezt így kellene csinálni mindenhol az országban. Tehát, hogy úgy teremtesz értéket, hogy közben értéket őrzöl meg. És ez tök jó. Már egy laktanya érték. Igen. A terület nyomokba tartalmazom neked, hogy a laktanyát. Privatizáció idején akkor, hogyha esetleg belemartából a 2-3 ilyen... akkor most más akkor lenne. Akkor most lehet, hogy... Nagyobb lenne az autó, még ennél is. Akkor te mondanád azt, hogy Timi, már szerintem nem ennyi. Timi, jó a szél, ma a bűcsit kihajózunk. Várjuk meg a 100 000-re. Feltankoljuk a hajót, és kihajózunk picit. Kámból, hegy. Jó, a parfum követlek a Bentley-vel. Oké. Nem, a helikopterra követlek a hajóval. Te vezeted a hajót. Igen, következő bolyáig, jó, mert múltkor is összetörted a nem mólon. Nem, veszünk újat. És tegnap este meg kimentem egy kicsit mozogni, elég sok egy szak köröztünk. Gimnasztikáztál? Egy kicsit gimnasztikáztam, tornáztam. Négy többi fekvő támaszt, nyújtózkodás, bukfenc. Egészen pontosan így van, és találtam két párhuzamos deszkát, és saslengtem rajta. Ne, attól közelben megszakkörözték ott a recepciós kislánya, hogy merre fele induljak el, mert nem akartam bejönni a városba, mondom, kerüljük az embereknek a társaságát, meg mondjuk aszfalton sem nagyon akartam, és akkor ott az épület mellett elfutottam be balra a földek irányába, ott van egy ilyen fémipari vállalkozás, és utána pedig kifutottam a halastavakhoz. A halastavakhoz. De értitek amik a halastavak? De értitek, állóvizek, amikben halak élnek. Ezek a halastavak. És elmentem a halastavakhoz, és a fástót futottam körbe, hát valami pazar. Eleve olyan élet volt kint, mintha valami majál is lenne. Irgalmatlan sok horgász volt kint, lakókocsik voltak kint, sátrak voltak kint.
egyszerűen döbbenetes. Sok a vállás mostanában kiköltöztek a férfiak. Lehet, hogy ez az oka, de hogy annyira feelinges volt az egész, 4 kilométer volt körben a nagyobbik tó, és akkor még mellett a kisebbikre már nem is jutott idő, már sok lett volna. Figyeljetek, akkor a feeling volt, hogy ez elképesztő. Nem dobáltak meg, nem volt olyan, köcsög, ne fussál itt, mert elmegy a harcsa. Ne, ez egy valaki elkapott, belém akasztott egy 3-as drilling horgot, és belőtt a tónak a közepébe, hogy hát ha a harcsát kapnak. De ültél a fenéken, tehát fenekeztek veled egy fél órát. Úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, Békés Csabán, erre akartam kifuttatni ezt majd a kis bőrére eresztett történetet. Menjél be hátra, mert külön catering sátrat kellett építeni. Kell. Nem, azt már megcsináltatjuk tényleg? Mással. De elvívő se kérjük ezeket, elvívő se. Persze, csomagolva. Kérjük innen. Igen, ez úgy van, minden állomás helyen azért bennünket elkápráztatnak, így a helyiek, de hát azt mondom, hogy a pontot, a koronát, az Békés Csaba feltette a hátsó szektorra. Jó, kíváncsi vagyok, remélem nem fázik már nagyon Csaba szépe az egyik tortában, mesztelenül, ahogy kértem. Kiugrik. Tradám! Jó, megint Balázs. Tradám, Laci. Tradám, Feri. Nem, most mettele van. Mikor ér már ide a bringával a kis csávó? De tényleg bringóval jött? Tök jó volt, mert a szállodában ugye vannak biciklik, és akkor lehet őket használni. Meglepődtem, hogy nagyon jó áttétele volt. És végig van ugye kerékpárhút, és kis kokosár van az elején. De elaludtam, későn indultam, mondom, most nem. Plusz le is merült, plusz otthon is hagytad. Nem, benn van a csomagtartóma, itt van, tehát felkészülten. Hétfőn még sikerült a kirollerezés szombathelyre, de azóta nem nagyon. Judit annyira precíz, hogy beírja, hogy a szállodától hány perc a stúdió. Igen. Tehát ott van az e-mailben, hogy szállod a stúdió 9 néha perc. Hasraütésszerűen, de beírja. Nem, kézzel, és én is beütöttem a GPS-t, és nekem is 9 percet itt mondom. Ez a lány, ez nagyon ez ott van, ez még számol is tud. Nem véletlenül az, aki. Még mondom, roller vagy kocsi, mondom, 6 óra, 2 kocsi. Tehát ez nagyon gyorsan eldőlt. De aztán valahogy elkerültem, mert Laci előbb ért ide, aki még a recepción fizetett. Azt viszont, bocsánat, még ezt hozzátenném, hogy azt viszont hogy megnyugvással tapasztaltam, hogy a kocsma már reggel 6-kor hangos. Tehát, hogy hát az csoda. Azért az pesteni standard. Már valaki már úgy nézett ki, mint mi hárman nem. Hát de azért, mert ő nem ment haza, tudod? Hogy ő itt maradt tegnapról. Gyümölcsnapja van ma reggel. Megyed egy szilvát. Először azt hittem, hogy valami oldalszelet kaptam, de nem, csak a kocsmából kiáramló pálinka szag volt. Megdőltem jobbra, hogy eljöttem mellettünk. Az azért kemény, amikor valaki már 6-kor már alapoz. Jó, hát most figyelj. Nem volt otthon kávé, valahol inni kell egyet. Jó, persze. Ha most nem vezetnénk 10 óra, akkor mondanám, hogy kocincsunk egyet, mert azért egy omor az nem rossz. Az oda tesz. Jó, mi pont egyet meg tudnék inni most. De mi műsort vezetünk, ő meg valószínűleg autóbusz, tehát, hogy... Igen, az is igaz, jó. Jobban megy a volán azért, hogy két darab megyen. Az útvonalra. Csak úgy lecélozni. Valaki már is ment, aki itt volt, Klaudia. Fantasztikus volt benneteket látni élőben. Szép napot nektek. Ez egy villámlátogatás volt. Nem maradtál sokáig. Ez egy villámlátogatás volt, látom a Vibert, igen. De legalább megírt, hogy elment. Még lehet, hogy négykor jött, tehát hogy korán jött, érted? És akkor sokat volt itt. A stúdiót hazament. Igen, ezt írta nekünk, hogy fantasztikus volt benneteket látni élőben. Mint a Kolbász Fesztiválon. Na, azt mondja, hogy csak mert micsoda, meddig tart a reggeli valások, kérdezi, csak mert megyünk majd a sulival a fodrászat, és ott szeretném hallgatni a Rádió Egyet. Uh-huh. 10-ig. Hát mi minden nap általában. 10-ig. És nevezzétek bárhogy. Igen. Csak hallgassuk. Értjük. Drága Jani, a jóisten éltessen sokáig, Zsike már ott toporog előtte. Tényleg? Zsike? Hol igen, Zsike? Igen, őt őshallgatunk hosszú-hosszú évek óta. Ott van hátul, ott integet fehér kabátban. Ő már ott toporog, tehát valaki, aki írta, ő nem Zsike. Nem. Schmidtné írta. Schmidtné. Most akkor te Schmidtné vagy Zsike? Ez egy országos hálózat, van egy ilyen fanklubunk, akik gyakorlatilag az összes műsor nevünk alatt futó műsor hallgatták hosszú-hosszú évek. És ő az egyik? Igen, nem emlékszem. Mostanában nem volt nagyon fönt itt a mi formainkon, mert elsősorban a Music FM-t hall. Azért mondom, hogy Schmidtnére egyébben a formában nem emlékszem. Esőtegesse, szóri napos. Hello. Te vagy a Zsike? Igen. És ki a Schmidtné? Schmidtné, ő Mici Pécsen. Igen. Te így Bobariba vagytok, így Pécs, Békés Csaba, Debrecen. Igen, hát téged is leszoktunk támadni a Kolbász Fesztiválon. Így van, tudom. Igen. Hát minden, tehát ahova megyünk, mindenhol van egy kihelyezett követetek. A Kolbász Fesztiválból, amire emlékszem az érkezés után az első 5 perc, persze, ott emlékszem. Valaki megkopogtatja mindig a vált, és azt mondja, hogy belefsúgja fel, hogy töltünk, Feri. És akkor már csináljuk is. Nem, ott sikítás van, és a nyakába ugrunk. Hát akkor már olyanok. Az komoly tornamutatvány egyébként a Ferinek a nyakába. De akkor én már itt az vagyok, és így leír, tudod? És mindenképp át kell adnom, Jani, mert csajok kinyírnak, hogy nagyon boldog szülinapot. De aranyosak, nagyon szépen köszönöm. És a szalát is. És várják a bögréjüket. Hát ő is földünk. Szala is, tényleg? Igen.
De nem is emlékeztem, hogy tényleg szóval. Szalakat keresztül. Ja, tényleg. Nem adtatok össze valami ajándékra a Janinak? Hát azért ez nem szép. Gondolkodtunk, és az Ica lebeszélt, hogy süssek neked. Ne. Borítékba pénzt. Legegyszerűbb. Borítékba pénzt. Ne gondoljátok túl. Kicsi boríték, kicsi ezres. Nem sértek a Janit vele. Persze, ne varjáljátok, gyerekek. Pénzt borítékba. Nem, János? Persze. Minek itt most ilyet sütör, nem tudom, hogy jó-e. Múltkor is nagyon finom volt a zsíros lavaslapon készített viskók, de ne, inkább a pénz. Pénz, megy 500-as mindenkit a borítékba, János nagyon, nagyon boldog lesz. Szala is egyébként... Sarkat keresztül. Igen. Ja, sarkat keresztül. Igen, mert is szeretem, hogy pontos jövő írja a gólyát, hogy valami ott nem stimmel. Persze, meg őzik az SMS-ben. Bögöly szömű. Az milyen jó volt a bögöly szömű. Óriási volt. Bögöly szömű kiskutyám. Na jó, van, Isten értéses Jánit, és sok egészséget is kívánok. Jó, nagyon szépen köszönjük, külön-külön nem fogom tudni mindenkinek megköszönni. Csak itt van még, hogy hátráltatná, és igen, meg toporogna már a... Jani nélkül a reggeli show nem volna ugyanaz. Hát ez így. Igen, ez kb. Mindannyiunkra igaz. Egy erdély van. Köszi szépen, nagyon aranyosak vagytok. Gyerekek, baj van az erővel, a rendszerben hiba van, mert Gábort láttam, de Ábert nem. Hoha. Elvesztettük. Hoha, mi lehet? Vagy pedig annyira meg lesz stylingolva már tegnapot, hogy meg se ismerjük. Tényleg nincs így, gyerekek. Lehet, hogy szétszették a pesti vonaton a csajok. Rosszat sejte. Igen. Viszont... Mr. Máv megérkezett, annak nagyon örülünk. Igen, de a Gábornak tudni kéne, hogy ha Ábel a Máv miatt késik, akkor Gábornak azt tudnia kellene. Mr. Máv megérkezett valószínűleg tegnap is pertársaságot alapítva. Gábor volt késés tegnap. Nálam nem, és Ábelne se. És akkor hol van? Neki 6 óra 17-re ért ide a vonat, úgyhogy már hamarosan... Jaj, szegényként, hogy most érti tépélek, hát ő éjszaka indult. Hát ő még azért nincs itt. 6 óra 17. És te hányra érkeztél? Én tegnap délután jöttem, itt aludtam, és most értem ide ilyen 50 körül. Átfél, nagyon nagy forma vagy. Nagyon, a Mávnál mindent rendben talált, kedves Gábor. Pontosan érkezett, pontosan jött, pontosan indult. Így van, jelentően minden rendben volt tegnapi utazásom folyamán, tisztaságnak felelő volt. Hát a vonatpótló busszal volt némi gond, de... Vonatpótló busz volt? Pályakorban tartás? Igen, hát Szeged és Hódmezővásárhely között épül ez a Tram-Train nevezetű dolog. Tram-Train? Maglev az, Shinkansen. Az biztos, hogy az lesz az első fiú, hogy Hódmezővásárhelyre olyan megy. Aha, Shinkansen lesz az, igen. Na jó, Vásárhelyi. Gábor, örülünk, hogy itt vagy, hát elképesztő a teljesítményed, neked is tényleg hihetetlenek. Meg a Máv ilyenkor örül, hogy nem vagy a vonaton. Igen, fellélegezem ennek. Addig se írogatsz hülyeséget. Na jó van, gyerekek, elmegyünk, iszunk egy kávét, jó, nem megyünk messzire, nagyon sokan vagyunk itt Békés Csabán, még lehet jönni egyébként, jó, ez a Csaba Center. Miss Csabát, igen, a Csaba Center főbejáratánál vagyunk, szerintem így a legegyszerűbb bennünket megtalálni, de már most sokan vagyunk, úgyhogy jövünk nem sokára a játékkal. Jó, senki nem menjen sehova, fél hét van pontosan. A Rádió Egyen. Balázsék. Hoppá, 3:47. Hogy elhallgatott ez a zene, gyerekek? Tarkó. Zsülcit kértem, vágja Tarkó. Nagyon szép volt. Nem, figyelj, Zsülcinek kiadjuk a parancsot, Zsülci nagyon rendesen megcsinálja. Gyerekek, milyen jó idő van, hát komolyan mondom. Igaz, hogy még nem mentem ki, nem azért, csak... nem, most nem úgy értem, de annyira jó látni van a napot. Van annyira a stúdió, jó, annyira jó látni, nem esik az eső, azért kaptunk rendesen. Szóval azért az elmúlt 3 nap, ez combos volt, na, így időjárás tekintetéből. Na, dolgoztok? Kicsit bejöttök? Vagy, itt vagyunk, hát én tudok figyelni. Igen, a szülinapos, hadd dedikáljon, hát persze, szülinapos. Simogassátok, puszilgassátok, vigyétek a tenyereteken, megérdemli. Igen. 48 éves. Írják is, hogy Jani, Isten éltesen, sokáig kívánom, hogy éld meg azt a kort, ahogy kinézel. Farhez küldte nekünk, de rohadék. Igen. Na, egyébként tényleg nagyon sok szülinapos SMS Janinak. Nagyon drágák vagytok, köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Nem, egy 47-et simán mondhatsz. Simán, és ha még egyszer aludhatnék mondjuk egy hónapot folyamatosan, akkor valószínűleg... 46. Meg... Igen, nem, akkor középső csoportosnak néznék valószínűleg. Barátom és férje is ott van a téren, csak miattatok utaztak tegnap Pécskáról Arad mellől. Remélem nyernek legalább egy bögrét. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hol vannak? Ezt mindig, hol vagytok? Mindig kiszoktuk egyébként hangsúlyozni azt, hogy külön hálásak vagyunk. Várjál, ne hálálk, hogy be nincsenek itt. Akkor köszönjük szépen, hagyjuk, viszont nagyon szépen köszönjük. A nagyváradiaknak egyébként, akik átjöttek miatt azért, hogy velünk találkozhassanak. Rendszeres hallgatóinkról van szó, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy itt vannak. Itt mindenki, aki integet, mindenki Nagyváradról? Hello! De közös buszos kirándulás, vagy egyesével jöttetek? Mi négyen jöttünk együtt. Egy kocsis, ti is külön egy autóval? Aha, akkor nem egy ilyen összeszerveződés volt. Igen, telekocsi. Telekocsiztatok hozzánk. Igen. Mi van vele? Miért mutogatsz rá? Nagyváradról. És Edina hozzátartozói, akkor nincsenek itt. Tehát Edina úgy küldött puszit, és azt mondta, akkor lehet, hogy alibi vagyunk, nem?
Te vagy az? Edina, ti vagytok Edina hozzátartozói? Nem, kígyósról jöttünk. Új, ja, hát az, se, az sincs közel. Új kígyósia? Ó, várjál, akkor kicsit beszélgessünk velük. Földiek, hello. Azt kérdeztem, hogy emlékszel, hogy 1900 mikor? 93-ban fogyókúrás táborban voltunk. Kérdeztem, hogy várjál, kérdeztem, hogy én, mondta, hogy én nem fogyókúrázni mentem. Na, de jó. Mekkora sztori, emlékszem felé a 93-as fogyókúrás táborban. El kell mondani, még a kólykügyosón működött a strand, ami nagyon-nagyon jó volt régen. És ott nőttünk fel. Volt egy róna étterem, úgy kígyóson, ahol elmentünk ilyen diabetikus kaját enni. Elmondanám, hogy nagyon rossz volt, és anyukám még a strandtól olyan három házzal arrébb laknak, és gyümölcskrémessel jött át a fogyókúrás táborban. Gyertek, gyerekek, fogyókúrás! Életet menteni! És a Ferivel együtt voltatok a táborban? Nem, én föllépni voltam zenekarra. Aha, persze. Ott is aludt a Feri velünk, ez egy sátoros táborozás volt. Hát, mert azt mondták, hogy azt mondták a szervezők, hogy na te kis dundi fiú, te aztán nem szöksz meg azzal a gitárral. De én csak fellépni jöttem, ne kabuzzál. És egész éjjel zokogott az anya rántott húsa után. Nem, mert a mama hozott ki a strandra. De nagy. Úristen, igen, az anyukám hozta ki, és nagyon jó volt, és éjfélig a gyerek medencébe hancúroztunk, tehát tök jó volt. Na jó, ezt ne úgy értsétek, fülöttök! A sok kis dundi gyerek. A sok kis pufi kisgyerek, a kis nagyon fura nevelő bácsi valaki mindig vissza, hogy fürdenek a gyerekek. Ez nagyon érdekes. Akkor 14 éves voltam. Hát, az ja. És miről szólt egy fogyókúrás tábor? Nem kaptatok enni? Tábortüzet gyújtott. Szalonnal nélkül. Tehát az üres nyársot tartottátok a tűzbe. Az jó, az egy jó fogyókúrás tábor. Igen, és akkor még ráadásul úgy nevezték Ferit. Nem hallottuk sajnos. Pácsó volt. Igen, és akkor ott a tűz körül énekeltünk nagyon sok. Nyilván padödő dalokat ének. Természetesen, igen. De a pácsó azért pácsó, miért a Jersey megkérdezte a való világban, hogy mi az a pácsó? Mi tök ugyanazt csináltuk, meg Erdélybe voltunk kirándulni, és vittünk egy csomó konzervet, és ott olvastuk, hogy darált sert és hús, és nitrites pácsó. Na, hát ez is jobb, mint hogyha nátrium benzoát lett volna, nem? Az olyan, azt nehéz volt kimondani, mert a Jersey a való világban ugye így vált híres, hogy mi az a pácsó. Ugyanez van. Szakács, egyéb szakács egyébként ráadásul. Én elmondanám nektek, szerintem új kígyóson mindenki őt, tehát így ismeri a legjobban. Tehát igen? Szerintem. Így alakult tisztelt bíróság. A kis pácsó a fogyókúrás táborról, hát ez nagyon jó sztori. Tökjük ezek a régi történetek. És emlékszel, édesanyja volt az, aki 2 évesen megszabadította a figyma szűkületettől. Úristen, de jó. Hát ez adott rá krémet. Fogyókúrás. Most meddig tartott egy ilyen tábor? Egy hét? Egy hét. És fogytatok valamennyit? Természetesen látod, nem? De jó, hát egyébként igen. És akkor sportolás is a táborban? Sportolás nem, is minden? Csak kimondottan strandolás volt. Csak strandolás. Éjszakai fürdőzés, tehát semmi. De már most az ember hozzám szok, hogy milyen táborok vannak. Katonai tábor, informatikai tábor, de már 93-ban hogy vágtál, pácska? Már ekkor iránymutatott. Új kígyós, már akkor iránymutatott, hogy fogyókúrás tábor a gyerekeknek. Már látjuk ám az új kígyósiakat, nagyon ki vannak ám gömbölyödve. Te nem volt ott a táborban egyébként egy ilyen kis furán beszélő, racsoló kis dundi kisfi, aki erősen figyelt és jegyzetelt? Felírom, mert még talán valamikor még jól jöhet nekem. Bájgli. Ezt elmondom Jékának. Itt Jéka. Jéka. Itt vagy valahogy. Mindenki nagyon jól egy érezte magát. Egy kis zugevő. De jó. És Feri ott megjelent a kis dobozgitárjával? Feri mit csinál? Mondom, hát én voltam az éjszakai tábortűz felelős, dobozgitár, és a Kokvántára vére, tudod ezeket én. A börtönablakában nagyon jó. Meghallgatták. Mondjad? Az is volt. Nyomta? A börtönablakában a sárga rózsa. És egy gitár is énekelt is, tehát mindent. Dalokat ő tanított meg nekünk, úgyhogy. Gyere, megmutatom a D-molt, icukám. Gyere hátra itt a D-molt, úgy megmutatom neked azt a D-molt. Áthúrozzuk a gitárt. Megkapálozzál már, lefogom az akkordot. De nagy. Ez a nap dumája, tehát az új kígyósi fogyókúrás tábor az zseniális. Ezzel meg vagyunk. És ez elég töltény nekünk egy időre. Meghallgattátok Ferit gitározni, és csak utána döntöttetek a pácsó mellett, mert eredetileg Pákónak szerettétek volna nevezni, csak meghallottátok, hogy gitározok, és utána pácsol. Nagyon jó gitároztam. Hát, igen, de régi szép idők. Nagyon jó volt, király volt. Nagyon jó, ez nagyon jó sztori. Na jó, van, örülünk. Mondhatsz ezeknek bármit, fővárosiak, nem értik. Jó, hagyjad. Kígyós itt nem bánt. Jaj, hát a kígyós, azért elmondod, a kígyós itt nem bánt, de azért vidáman elmesél, hogy te is ott voltál fogyókúrás táborban, pedig 93-ban. Azt a mindenségit neki. Na jól van.
Hát milyen kis tudatosak az új kígyósiak, komolyan mondom. Akkor nagyon. Még. Hol volt akkor még ilyen modern táboroztatás, mint most, ugye? Hogy 4000 tábor közül választhatsz, és nem tudod kiválasztani, hogy régészeti táborba küld, vagy csillagászati tábor. 9 már tudták, hogy mit jól úgy. Nagyon jó. Na játszunk egy jót, itt vannak a játékosai. Sziasztok! Hello, lányok, jó reggel! Mónika vagyok. Mónika! Na. Fölírlak. Mónika, az a biztos. Mónika. És nem, és írd azt, hogy nem Mónika. Móni, jó közel a mikrofon. Hello, Móni. És a barátnőd? Reni. Reni, Reni. Hello. Reni. Ti is az új kígyósi táborból? Nem. Honnan jöttetek? Békés Csabára. Békés Csabára, akkor nem volt nem új kígyósi. Írd föl, Békés Csaba. Békés Csaba, feljegyzeteltük. Oké, és mi áradban csak jöttetek megnézni, maradtok sokáig? 12 órából jöttünk. 12 órából? Igen, 12 órából. Ez egy hosszú út volt akkor idáig. Ja, hogy annyi dolgoztatok? Éjszaka, igen, dolgoztunk. De csak hűvök nyugi. 12 órában jött, honnan jött? Aztán úgy gondoltuk, hogy megnézni veleteket. Nagyon helyes, jól tettétek. És egyelőre csalódás? Nem. Nem? Jó, jó, jó. Nem. Azt kaptatok, amit vártatok, nem? Igen, tehát, kedvesek igen. Vagyunk, szimpatikusak. Igen, nagyon. Nagyon jó. Kivel játszanátok, Móni? Nem tudom. Szüli napossal, ja, nem? Igen, de hogy is jön, de várjál, hogy is hívnak benneteket? Igen, a Ferit Pari tudom, de a kis sapkásos, ugye? Így van. Csak ő ünnepel. A kis sapkás, ő kicsoda? Legyen a kicsi, a fogyókúrás, vagy a Mr. Hollywood. Nem, most nem tudom. Móni legyen? Vagy Jani legyen? Móni. Jani. Jaj, de aranyos, hogy köszönöm szépen. És mi három csíkosok tartsunk össze. És a barátod egy Reni, hogy csak úgy bekísér, támogatni. Te vagy egy lelki fröcskét, így bejöttél, hogy Mónit biztos egy kicsit. Oké, hát itt szüli napossal, akkor mit szólsz hozzá, Móni? Jó? Oké. Izgulsz? Hát igen, nagyon. Izgulsz. Nagyon. Játszottál igen. Már valaha? Nem játszottam, nem játszottam. Nem. Oké, tudod a szabályokat? Igen. Jaj, jó. Okay. Körülbelül, ahogy látom, körülbelül. Ahogy érzem, nem lesz egy hosszú játék. Indulhatunk, Móni? Igen. Már ezerszer megvártad, hogy bejöttél, mi? Magadtól jelentkeztél, vagy löktek erre? Vagy hol? Hát kiszúrtak. Kiszúrtak? Pont. Mosolygósak vagytok, aranyosak, persze. Hát kedveljük az ilyen lányokat, hogy ne. Hát akinek ilyet sugárzik az életvidámságról, hát olyan, olyan játékosok kellenek nekünk. 12 óra meló után. Igen. Mit csináltok? Mit csináltok tényleg? Hát... Mi nem lehet, hogy a francia csináltunk. Mit csinál? A Hirschmannba kábeleket gyártunk. Kábeleket gyártotok. Éjszakai műszak? Igen. Ennyi kábel kell? Igen. Mire használják ezeket a kábeleket? Az a régi BHG? Az a régi BHG? Nem tudjuk. Hova jártam szakmai gyakorlatot. Hát Feri, hát minden fánál lesz egy sztorid majd. Én nagyon várom, akinek sztoria van Feriről, új kígyósról, Békés Csabáról, táborozásról, mindenki. Ott egy ilyen lány jelentkezett, csak mondom, hogy akinek sztoria van Feriről, hoppá. Nem, ő csak integetett. Ja, mert akinek sztoria van Feriről, és abban a pillanatban feltette a kezét. Hát ott is, te ott is lennének kérdéseim. Lennének ott kérdéseim, hogy milyen sztori. A szemüleges lányokkal meghallgatnám azért azt a sztoriát. Ha van közös sztori, akkor Feri, büszke vagyok rád. Igen. Oké, lányok, mit kérdezem? Szóval, hogy hova gyártják ezeket a kábeleket? Mit mondtál? Hirschmannba. Ja, jó, nem olyan. Ja, igen. Hova? Valójában nem is kábeleket gyártják. Hogy hova teszik be? Mert autók. Mint azt hallottam, hogy azt mondtad, hogy a Mercedesbe, és meg akartam dicsérni, hogy nagyon jó kábel akkor. Megcsinálják, átviszik Kecskemétre, nagyon összerakják. Fura. Egy régi tanya épületben hintőport kell porcióznunk. Nagyon fura, mesztelenül dolgozunk, és fegyveres őrök vannak körülöttünk. Maszkok vannak rajtuk, mindezt kesztyűhöz nyúlunk. És mindenkit megmotoznak, mielőtt eljövünk munkába. Kicsi kék kapszulákat csinálunk. Nagyon furcsa. Mehetünk, Móni? Mehetünk. Ez csak azért volt, hogy egy kicsit úgy még jobban befezzük. Még ezerszer megbánt, hogy bejöttél, oké. Okay. Akkor 3-2-1 és tessék. Na jó, kérdezz nyugodtan. Szeretnél kérdezni? De tényleg kérdezhetsz. Rajtam nem múlik. Kérdezz nyugodtan. Kérdezte. Parancsolj. Rajtam kérdezte. Nem múlik. Rajtam nem múlik. Aha, ezt mondtad, te bátor. Móni, hát felúsztál a 8-as pályán. És annélkül, hogy egy szót szóltál volna, Móni. Úgy jösszed a szűnő napot, hogy annyira, szót nem kellett szólni. Annyira hallgató barát vagyok ma is. Nagyon. Hát ez nem, Móni, gondoltad volna? Nem. Ugye? Hát ez nem, nagyon jó. Ez nem is. Megmondom őszintén, én sem. Egy gyönyörű játék volt. Köszönjük szépen. Nézd a kis születésnapost, hogy jön. Oda néz a kis puncs király, nézd oda, még egy puszi. Még egyszer? Jó, nézd a szülinapost. Most Mónika írt, hogy most ma lehet. Gyerekek, csütörtök van, honvágya van már ennek a jó embernek? Honvágya van már? Minden Mónikára rárepülök. 4 napja nem puszítta meg senki. Hát így van az én Mónikámon. Csajok, nagyon jók voltatok. Na, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy kiváló játék volt. Volt a héten egy, talán a hétfő játékosunk, aki beállított egyfajta rekordot, mert az első kérdés megint nem válaszolt. Vagy tegnap. Káros, nem vagy tőle nagyon nem, messze. A háttérből láttam, hogy integetnek az Opeltől, hogy még egyszer sem mondtuk ki ma azt, hogy Grandland X, úgyhogy mennünk kell. Sajnos, az a igen. Lányok, köszi. Nagyon jó volt. Köszönjük. Sziasztok. Hello.
Igen. Hát igen, ilyen, látod, ilyen önzetlen, ilyen nagy lelkű, hogy még a születésnapján igen. is ezzel foglalkozik. Mekkora sztár, és mégis milyen emberi, milyen emberi. Kicsoda? Ja, én, igen. Nézd meg, hát azon látta, hogy a lányok idegesek, látta, hogy... Na, gyerekek, hogyan kiabálnak Ferinek Békés Csabán, kérdezi Szala. Apa, apa, gyerekek, nyugodtan, jó? Tehát ezeket aztán a történeteket is Szala, várjuk. Szala, te jó voltál ma tehát is. Amikor... Így van, de most már így elég kávé. Emlékszel, Feri, amikor hatalmasat szexeltünk az ól mögött, kérdezi igen, Tomi. Igen. Te meg a disznó, emlékszem, én megnéztem. Igen, mondom, ki lehet ez a hülye, nyilván gyerekek, a Tomi. Minden, tehát a 93-as fogyókúrás tábort nyilván nehéz lesz überelni, de bármilyen történetet még a tarsolyban. Várunk azért, jó? Tehát mindenféle új kigyorsi történetet Feriről gyermekkorból, fiatalkorból várjuk. Hát azért biztos sokan. Feri mondta egyébként, hogy ő nagyon sokat járt annak idején pecázni ezekhez a bizonyos bányatavakhoz, a fástóhoz, azt nem tudom, hogy akkor úgy hívták-e, most így hívják, valószínűleg azért, mert vannak körülötte fák. Összeraktam azt, hogy igen. De hogy ő járt hozzá? Vagy járt ki jártunk? Hát nem pecázni jártunk, de ez volt a fedő sztori, tehát mindig hoztuk a botot, mert a közelben meg tudtad venni az italt hozzá. Igen, a húsból meg a halat. Így van, de nem kellett hazavinni, mert anyám nem szerette a halat, tehát így megvoltunk. Tehát kamubottal jött. Nagyon rendben van ott ez a környék. Bár most már kaptam új tippet, az élővíz csatorna. Még jobb? Ha, még de jobb. Mi futásra még vagy horgászásra? Nem tudom, inkább a futásra. De mi még ma is menj, futsz egyet itt? Vagy? Nem, de ha legközelebb jövünk, és én nagyon bízom benne, hogy legközelebb is jövünk. Ja. Mert hogyha legközelebb jövünk, akkor már jöttünk. Örülök, hogy itt vagytok, kisütött a nap is. Három gyerekből kettő hisztizik miattatok, hogy ki akar menni hozzátok. Nekem meg már szétrobban a fejem. Miért nem hozott ki? Hát hozz ki? Hát a suliba a nyolckor kezdődik a suli, hát még simán ide értek, nem? Igen, de nyíregyházi hallgatók. Ja? Na, úgy nehezebb. Na jó, van gyerekek, elmegyünk újra reklámozni, hírezni. Milyen jó? Játékkal akarsz durrantani? Ja, igen. Után? Én szerintem használjuk ki, amíg süt a nap, és fürdessünk meg valakit, nem? Fürdessünk meg valakit, a Mizó játékot nyomjunk le, csobbanjon. Jól dobó, nagyon, hogy is mondjam, jó fizikai állapotban lévő lányok, fiúk jelentkezzenek. Egy méterre kell eldobni, tehát nagyon komoly a kihívás, de akinek megvan ez a mozdulat, fogott már labdát, és van benne némi gonoszság, hogy megfürdesse a másikat, az jelentkezzen a Mizó játékra. És jó? Utána viszont fürdetés van. És utána viszont fürdetés van, igen, és komoly fürdetés, tehát tényleg, ha megvan a találat, akkor valaki vízbe esik. Jó, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt. Hát, a Mizó volt túlságosan figyelmes. Picit azt vártam, hogy tegnap este elküldik hozzám Robertát Pitével. De egy vagy valamiért egyébként. Hogy Roberta elhozza neked, igen, a forró pitét? Roberta, vagy... nem köszöntötted a Janit? Semmit nem kaptam. Hát de tényleg, nézd meg rögtön vissza. Vált válnak, mert harcolunk itt a Mizóval, meg Robertával, meg egyáltalán itt már hónapok óta, már lassan évek óta, és annyi nem volt, hogy mit tudom én, a Coffee Selectionből valamit, legalább ami nem fogy. Valami legyen bekészítve a szobát, vagy a szobád elé? Semmi. Hát, mindegy, kiestem a Pixisből, rohadt életbe már. Tényleg. Válsz. Az ember a szívét, lelkét kiszteszi, és ez a hála. Jó, még nem figyelj, még tízig azért még valamit intézhetünk, még kaphatsz valami kis selection. Jövünk mindjárt, jó 7 óra, pontosan, ha van közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Igen, folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hoppá, gyerekek! Hoppá! Véletlenül mondtam meg, de nem rossz ez. 7 óra után 15 perccel. Figyeljetek, itt mindenki nagyon vidám. De komolyan mondom, annyi röhögés van, meg tök érdekes, hogy városonként azért mennyire változik az emberek temperamentuma. Meg mondjuk azt ne felejtsd, de hogy nem esőbe állunk. Tehát, hogy az ugye, is nagyon fontos, jobb. Igen, de hogy Szegeden is nagyon helyesek a hallgatók, sőt nagyon cukik, de ott egy kicsit van egy ilyen kis állok, nézelődök, kicsit olyan, még bele kell idő, míg belelendüljek, és úgy kicsit olyan távolságtartóan nézelődtek sokáig, aztán persze elkapták a fonalat. Uh-huh. Itt Békésen van például tök más az emberek temperamentuma, tehát iszonyatosakat röhögnek, nagyon vidámak, nagyon közvetlenek. Nagyon. Tehát, tényleg erről már sokat beszéltünk, de hogy minden... Mindenhol mindenki kicsit más. Ó, szülinapi ajándék! De most hello, így ezek jó. Után, hát most érted, egy ilyen magas labdát lecsapni. Aj, csika, most, nézd amikor szólunk, Roberta! De egyébként nézd meg, mennyire készült, mennyire, igen, elment vásárolni, mennyire gondolskodott rólad, hogy neked a, ugye, születésnapod lesz. Fog
megkapta a sponsor által a repi ajándékot. Tehát, hogy... Sziasztok! Egyébként tényleg készültünk, mert ha megnézitek a dántánkot, az is fel van díszítve. Ah, és ez már Jani szüli napjára? Igen. Ott tényleg, happy birthday-es kis... Aha, kitettetek magatokért. Ja, hogy ott van. Aha, nézd meg, nem, hát maga a belsős kis, látod a... nyúl mögött? Nem, mi az? Tartály, vagy mi az? Ja, tartály. Az a díszítés. Az a díszítés, az már a te születésnapod miatt van. Itt pont éjszaka szerelték le az egyik magánháznak a kerítéséről, ahol majd ünnepelték volna Pistik egy 8 éves születésnapot. Még egy ajándékod van, te fogsz ma fölülni. Jaj, de jó. Igen, tényleg, megfürdetünk. Na, ha szolnokiak elegen lesznek, megcsinálom. És mit hoztál, Roberta? A Mizónak a legújabb Café Selection-jét. Milyen kedves! Az Opel mindjárt hoz egy kocsit neked, Mr. Foresto érkezik 2 darab nyakkörbe. Annyira. Ledobod, Roberta, nagyon jó, köszönjük szépen. Aztán maradj még egy picit, ha gondolod. Na, oké, látod, hogy mindenki ünnepi lázban ég. Puszi. Nem sokára én is átadom az ajándékomat. Jaj, annyira várom már. Roberta, puszi volt már? Jaj, nézd, ekkora! Gyerekek, nagyon honvágyam van már ennek a fiatal embernek. Csütörtökön már. A melegpitér? Hát, holnap itt aztán Mónika készülhet, mert mondjuk aztán kőkövön nem marad. Így már egyre kevésbé. Jan, bocsánat. Na, jól van. Mi újságban, jól vagyunk? Hát mi jól, és te? Ja, csak, gyerek, de milyen jó így kínálni a szabadban, tényleg, ugye? Nem? Esőkabát meg esernyőkig van, tényleg. A csillag előtt is mindig ezt szokták mondani Szegeden. Igen, milyen jó kínálni. Integes a papának, mondják. Így van, várj, nem látom a rácstól. Na jó van. Oké, megvannak a játékosaink? Gondolom, igen. Nincs jobb, mint 10 fokban beesni egy 4 fokos vízbe. Na várjatok, ki kivel van? Imre van, Erikával. Ti békésabaiak? Én Békés Csaba, jövő vésztői. Egy vésztői férfi és két csajunk van, Edina és Eszter. Edina már fázik. Igen, Békés Csaba. Milyen lesz a vízben szerinted? Nekem hideg. Tudsz úszni? Igen. Igen? Mert tudod, ha nem tudsz úszni, akkor meg tud annyira érni az ember, hogy elfelejti, hogy leér a lába. Tehát és, tényleg, tehát van ilyen, hogy annyira megijed, hogy elfelejti, hogy leér a lába. Pákó például így úszik, hogy leér a lába, de mégsem emeli ki a fejét a vízből. Egy 30 centis vízre képes belefulladni. Láttuk. Én bízom benne, hogy nem fogok belefulladni. Nem, kikapunk. Hát jó. Feri kihúz. Persze. Csak benyúlok irántalak. És ha már Feri, közös sztori esetleg Ferivel? De volt valami? Nem, sajnos nem. Semmi? De mit mesélnek róla? Sajnos. Látod? Nincs egy urbánus sajnos legenda nem. Sincsen? Nem hallottál valakit valahol, sehol, semmi? Van itt, nem? Mindenkinek van története. Ha én láttam egyébként, hogy Feri farzséből pénzt osztogatott itt több ember. Igen, mondjátok még, nem, mondjátok. Nem, hogy pont, nem, ja, mondjátok, Linci, nem mondjátok. Melyik őtök akarja kezdeni? Férfit ültessünk föl, vagy nőt? Hova? Hova? Meg ja, hova? Székre. Szerinted? Figyelj, legyen férfi, megmondom miért, mert akkor a hölgy később lesz, és akkor már talán melegebb van. Látod, milyen szíve van? Látod? Hát ugye? Akkor Imrém, mászhatsz, Imre, legyél olyan pattanyá, kedves. Imre, pattanyál be abba a kis akváriumba, vagy hát legalábbis az ülőkéjjel, légy szíves. És... Eszter? És hát a játék egyik húzó ereje a kérdések, nem igen, sokára, igen. Tehát azt tudjuk, hogy azok nagyon erősek egész héten, de már szeretjük őket, szóval már szeretjük ezeket a kérdéseket. Baj van a felmászással, Imre? De mi van? Nem, várjál, már alsógatyában van. Azt nézzétek, Imre! Azt nézzétek! Jó, ide jó Imre ledobta a nadrágját, és tényleg egyébként eddig a pasik mibe ültek? Várj, a fürdőgatyában? Volt egy, de... mi van? Nem volt rád jó a nadrág? Nem volt jó. Oh. Basszus. Mit mondasz? Nem akarok oda menni egy izével az arcom előtt. Hát hagyjad már. Igen. Imrének a csúnyája odaló. Igen, pont ahogy Imre ül. Nem volt jó a gatya? Nem. Miért nem? Roberta nem készült. Egyébként igen. Ilyenkor azért nem előny a Ferinek a 190 centiméter, mert pont a zacskon egy magas. Na ez az, itt ül az orromon egy zacskó. Hát. Bírod a hideg vizet, Imre? Bírod a hideg vizet egyébként? Majd meglássuk. Mikor fürödtél utoljára? Este. Imre egyébként úgy lesz, mint egy nagyon barátságos úszómester. De nézzek, milyen cukin, és maga körül tartja a kis törölközőt, hogy eltakarja a kis fecske alsónadrágját. Ilyen kis bájosan betakarta magát. Hogyha egyébként a törölközőnek a két szára nem elől találkozna, Imre, akkor sokkal többet tudnál magadból kitakarni. De te valójában úgy látszik, hogy nem szeretnéd, hogyha... Imre, és azzal a törölközővel akarsz beesni? Tehát a törölközővel együtt esel be? Majd megszáradunk. De hogy miért nem veszed le a törölközőt, és akkor utána megtöröl? Na, Imre, hát itt vagyok mellette, pont az. Gyerekek, ne emelgess már. Imre szenzációs, most előre vette a törölközőt, tehát most előtt akarjál magát. Nagyon jó. Hát ez a te játékod, Imre. Abszolút tudtuk, hogy kit kell megtalálni. Jö.
Jól van. Hallottad az előző játékosokat, hogy csobbantad? Vagy nézted a fotókat? Nézted élőben. Na jó, egy picit jobb lenne, ha hátrébb mennétek, mert 100 kiló fölött fog csobbantni. Azért ez nagyobbat üt. Lélekben felkészítetted a hidegre a parancsnoki oldal fegyvert? Jaj, levette. Imádom, figyelj, ez a játék nagyon beteg, de mindegyik játék rettetesen beteg. Tehát nekem többen mondták, hogy a kutyás emberes pálya, az is rettenetesen szürreális. Csak mondom egyébként, hogy Imre mögött gyerekek is vannak, takarjátok el a szemüket, léci, hogyha esetleg kivillad egy finom kis kőműves dekoltás. Ott már kivillad, hátrafelé. Nehogy rosszat álmodjanak a gyerekek. De milyen aranyosan várja a kivégzést, nem? Tehát ott üldögél a kis alsógatyájában, fölült arra a kis cuccra, és várja, hogy valahogy, ahogy csobbanjon. És hát hallgatóik egyébként nagyon rutinosan egy 4-4 és fél méter eltávolodtak. Igen, ettől a kis akváriumtól, vagy milyen. Gyere, Barikán, egy szeresett réfa. Meneküljünk, mert elmos az ár. Jaj, nagyon jó. Eszter, hogy állsz a dobással? Nagyon jó. Gyakoroltad? Igyekszem. Ézilabdáztál? Nem. Nem baj. Ugye, igazából, ha mellé dobsz is, Imre, akkor a pánikban van, hogy becsúszik. Tehát, hogy szerintem itt nem kell, hogy eltalálj, mert rettetesen meg van rémülve, hogy üldögél. Figyelj, jó erősen dobjad, az a lényeg. Jó? Gyúrok rá. Gyúrsz rá? Sportolsz valamit egyébként? Konditerem. Ó, hát akkor ez nem lesz gond. Akkor igen, előre jöhetsz idáig. Érzek egy pici kis zsigeri kegyetlenséget a hangjában. Szerintem egyébként jó, mert ha Imre bemegy a vízbe, akkor átmegyünk egyből egy vízes pólós versenybe is. Aha. Tehát, hogy akkor... Imre, hagyj kérdezzem meg, hogy a kezeidet dörzsölgeted, vagy valamit sodorsz? Mert csak, hogy innen, ebből a távolságból nem nagyon lehet látni. Gyerekek, ezt lassítva meg kell csinálnunk, ahogy Imre becsopan. Nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Én már felraktam az Insta oldalunkra, a Balázsék Insta oldalára, hogy lassított a te hétfőjátékosról. Nagyon gyönyörű, hogy becsopan. Oké, na! Hát a kérdések, a játék eszenciája maga a kérdés. Új kígyósig be fogja teríteni Imre szerintem itt a tere. Mi az első? Na, az első kérdés azt mondja, hogy hogyan öltözködnek az eszkimók, erről is elnézést. Baromi gyorsan, rétegesen. Rettenetesen. Mindenképpen gyorsan. Jó. Figyeljük, hajrá. Megnyugtat, hogy a kérdések színvonala nem javult tegnap óta. Hát de nem tökéletes. Azt az arcot nézzétek meg. Meg de jó, hogy nem estem. Imre arcának konkrétan kiült a pánik. Igen. Most az van, hogy eltalálta a játékosunk ugye ezt a kék kis gombocskát, csak nem elég erősen. Meg kell küldeni izomból. Küld meg izomból. Igyekszem. Nem lehet, hogy Imre valamit kiakasztott, hogy ne szakadjon le a szék? Megbütykölte a kis házi készítésű kis mizó akváriumunkat? Imre, szerintem nagyon hátul ülsz. De lehet egyébként ez a baj. Hogy nem fog kiakadni? Egy nagyon picit ülj előrébb. Gyere előrébb. Arra a részre, amit beolajoztunk. Oké, okay, na jöjjön a második kérdés. Azt mondja, hogy mit csillapítja a farkas éjséget? Egy piroska, kettő nagymama. Piroska. Nagyon jó. Sok na. Légy kemény. Na, dobjuk be most már Imrét a nem, a gyerekek, olyan játék nincs, hogy Imre nem fürdik. Komolyan mondom. Tehát ez az egész, akkor ez egy... Hát ha akarod. Ez egy olyan dolog, amikor a poén nélkül megyünk el. Tehát Imrének fürdenie kell. Ne jó, csináld. Ez erőben jó volt, de most már célozni kell. Harmadikra menni fog. Nem figyelek oda, egy 4-4 és fél métert előrébb mehetsz, jó? Tehát, hogy elfordítjuk a fejünket. Na, mi a kanibálok kedvenc sütie? Egy, a tért kalács. Kettő, a baba piskóta. Tért kalács, nagyon jó. Hát ez kiváló válasz, bár a baba piskóta is jó lett volna. Na, könyörgöm, koncentrálj. Így van, tényleg. Te jössz Imre. Ezt nem hiszem el, Feri, küld meg, léci. Várjál, figyelj, az van konkrét, hogy nem tud kiakadni. Figyelj, Feri jön. Feri jön. Így van, hajrá. Kipróbáljuk, nehogy jó? Nehogy mellé dobj. Három. Hú, de ciki lett. Na most ezzel Feri a szemmel. Aha, Feri. Jó, erősen dob meg, most már én. Mellé. Nem találom el. Na várjál, még egyszer. A kézilabda nem a te játékod, Feri. Sose voltam jó labdajátékban. Amikor a szabad kígyósi kézilabda táborban voltam Ferivel. Bírod még Imre? Bírod Imre? Hajrá. Figyelj, most ezt megcsinálom. Úristen, itt már, de tényleg. Milyen a víz, Imre? Szegény Imre igazi áldozat. Dobtunk vagy 6-8-at, és ő kivárta. Ő, de csak be, ő csak várta, ő nem lázadt, hogy már vége van a játéknak. De jó, de akkor ez tulajdonképpen háromból semmi, tehát Imre beesését nem számítjuk bele. Ez csak egy a víz. Jó. Na most csak az a baj, hogy itt van egy olyan rész az akváriumon, amik ténylegesen akvárium átlátszik, és a víz nagyít. Igen. És Imrének pont érted a fegyverzet.
Imre, óvatosan. Anyukák szájába összecsorrant a nyálit elől. Ez a fiú tud valamit. Imre egy hős, komolyan mondom, Imre. És anya, hogy stűrte, és ott volt, és hagyta, hogy a Feri is dobjon. Ez egy hős ez az ember. Így van, Imre egy ez külön egy ajándék hős. Jár neked, jó? Ő Imre. Sőt, hát ha még a Imre társa egyébként egyetlen egyet talál, akkor Imréknek még megvan a 100 000 forint. Megvan a 100 000 egy találat. Imre rommá lett szivatva. Fürdésért meg külön ajándék lesz, jó? Milyen a víz? Jó, kellemes. Hideg egyébként? Tényleg hideg? Hideg. Láttad volna az arcodat, hogy így elindultál lefelé, az lassítva, az csodálatos lesz. Az csodálatos lesz. Feri. Mennyire hideg, Imre, fordulj meg. Kapitány visszahúzódott. Jöjjön a másik játékos, jó? Egy találatig jók vagyunk, nem is kell akkor végigmenni. Ha egyszer eltalálod, megvagytok, mert ugye az előző játékosunk háromból semmi. Így van. És Erika, hát egy jót kell. Jó. Jó, de izomból keményen látod. Hogy hívják a hölgyet? Erika. Fölül? Ja, Edina. Edina, hősiesen Edina elindult a létrán, felfele mászik. Törölköző nélkül, egy kis bizos pólóban. De Imre ellopta a sót. Az a baj, hogy Imrét nem lehet überelni. Tehát Imre van reggel, megcsinálta a műsort nekünk. Erika beül a székre. Edina. Nem irigyellek, Edina. Edina felkészül. Kis papucsban, de helyes vagy, te papucs lábát bemártja a vízbe. Megnézte, hogy milyen. Szívtájékon megmossa, hogy mégsem fürdés nekünk. Meg... Tarkó és szív, ez a kettő. Nagyon rendes, nagyon felkészült. Oké, egy találat és megvagyunk. Most már Imréért, bosszúért komolyan. Ti egy pár vagytok egyébként Imrével? Sógor. A sógorod? Aha, tehát akkor a tesódnak a párja. Igen. Hogy megfejtettem ezt, mi? Hát hogy? Ügyes. Hogy összeraktam azért ezt a komoly történetet? Oké, Imre milyen sógor? Jó sógor egyébként? Igen. Hogy küzdött? Figyelj, most csodálatos ember. Meg kell bosszulnod Imrét. Meg kell bosszulnod Imrét, jó? Megfogom. Hogy megfürdettük. Na, jöhet a kérdés. Hogy lehet 30 birkát 60 felé zavarni? 1. Ha megijeszted őket, 2. Az M3-ason. Yeah. Borzasztóak ezek a kérdések. Én kérek elnézést, rettetesen kellemet felé. Ha megijeszted őket. Így van, elfogadjuk. Idáig, Erika, idáig, ide lépjük. Mi lett volna az M3-ast mondja? A jó, hát elfogadjuk azt is. Elfogadjuk azt is talán. Na, Edina készül. Ez a játék tényleg a dobáson lett kitalálva. És megvan a találat. Elsőre. Edina is fürcsizik egyét, hát nagyon aranyosok vagytok. Nagyon, imádom a, kötéllétrát, amit belógatunk. Egy ilyen hákcsón kell kimászni a kis hordóból. Nagyon és jó. Edina annyira reményvesztetten ült, hiszen az ellenség, ugye, vagy az ellenfél, hát egyet se talált. Úgy igen, tudta, hogy neki ráadásul Imre után már nagyon kevés víz maradt a medencében. Erika, megvan a 100 000. Köszönjük szépen. 50-50-ben vagytok, vagy Imrének egy kicsit többet adsz a fürdés miatt? Nem. 50-50. Testvériesen elosztjuk. Testvériesen, jól van. Nagyon ügyesek voltatok, gratulálunk. Köszönjük és akkor szépen. 100 000 forint kápé, meg hát nyilván egy-egy ajándékcsomag. És mizós ajándékcsomagunk is van? Ilyen kápé selection biztos van, nem? Roberta. Imrének intézünk egyet. Roberta, adtok ilyenkor mizós ajándékot is? Adnak, azt mondom. Jó, adnak, jó, jó. Jó, és Imrének még egy kávéválogatást kapjanak. Gyerekek, megmondom őszintén, ez nagyon jó volt. Mi? A játék? Ja, dobni? Ügyesen dobsz. Nem azért, mert nem, hanem igen. Érted? Maga, jó érzés. Hogy ott ül valaki a medence szélén, és te fogod bele. Jó érzés. Még amikor ilyen vándorvidámparba mentél, nem ez volt a kedvenc játékod, nem? Inkább lőttél puskával. Persze, csak más felé. Így amikor van. A szabad kígyósiak szemét lövöldöztétek, az jobban. Hát figyelj. Ez egy örök ellentét a két falu hát, között. Hát én mondom, hogy az új kígyós, szabad kígyós, az örök ellentét. Na jó, van, elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk mindjárt. Egy perc a pontosan fél. Bocs, Imre. Igen? Ja, igen, Imre, bocsánat. Egy perc a pontosan fél 8. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, hello drága Békés Csabaiak. Hát csak mondjuk, hogy egy kicsit irigykedjenek az alaegerszegiek, a szegediek, ez a szombathelyiek, hogy isteni mázlink van, nem győzzük magunkba szívni a napsütést, mert hogy ez vakítóan süt a nap, sehol egy esőfelhő. Én most már nem kiabálom el, ha azt mondom, hogy ez így is marad. Szerintem most már nem fog. Ja, most ne röhögi, ez egy rádióműsor. Ha azt mondja, hogy vakítóan süt a nap, akkor neked is süt. Világos, rohadt életbe. Tudod, hogy kell egy kicsit mindig legyet, túlozni. Érted, egy kicsit megdiszkózza, egy kicsit földíszíti. Hát ne legyetek már... Hadd irigykedjenek a szobadék, de mit mondtál egyébként? Mit mondtál? Mi volt? Semmit nem mondtál. Valaki így mondta, hogy sütám hülye. Süt a nap, mi hülye, nem látsz. Lányok nagyon vidámak egyébként, az egy nagyon vidám kis társaság. Ők nagyon, persze, őket már kiszúrtam a kutyás játékra, tehát imádni fogom őket. Akarjátok? Emberes. Igen, játszani szeretnénk. Igen? Mindegy, hogy mit?
A kutyással! Föl akarod venni a kutyajelmet? Igen, igen. Nagyon beteg játék egyébként, agility pályán kell emberként kutyajelmezben, kutyapózban végigmenni. Neves már itt légy szíves, mert olyan jó. Kim volt vala a kutyajelmez, csajok? Senki? Volt már rajtad kutyajelmez? Nem, másmilyen jelmez. Milyen? Na, mesélj már, mit szoktatok csinálni otthon? Melyik a kedvenc, apáca, vagy a kis csirke. Csirke. Minden van. Amit el tudtok képzelni. Kis gardróba benn van, és akkor jön az az urad, és azt mondja, hogy kicsi ma légy csirke. Aha. És akkor felveszed igen. a kicsit, és azt mondod, csip, 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 csip. Aha. Az jó egyébként. Igen. Mivel foglalkoztok, csajok? Mit csináltok? Varodába dolgozunk, a turulba. Oh. Szép cipőket, papucsokat. De hogy a varodás csajok mindig vidámak egyébként, igen. az elképesztő. Igen. Cipőket vartok tényleg? Igen. Hol? Hát az oldalát, vagy mit? Én az egész komplet cipőt. Komplet cipős van. Komplet vagy nagy komplet, ugye? Nem mindegy. Az elejétől a végéig. De igen. milyen vidámak vagytok? Már kiszúrtalak benneteket. Igen, igen. igen. Kinek vagyunk. Igen? Igen, jó csapat. Nem lehet könnyű azért ott. De nagyon, ők is jönnek velünk, ha meg nem akarnak, otthon maradnak. Aha, mert ezen a frekvencián röhögni 8 óráig, azt mondom, hogy ez szeretik, kemény. Szeretik. Igen. Feri gyerekkoráról valami sztori? Senki? Senkinek? Nem? Nem mesélek semmit? Messze volt tőlünk. Messze volt? Érte, hova valósi vagy? Endrődről jöttünk. Gyoma Endrődi csajok. Turkevibe elkaptuk Ferit. Turkevibe elkaptátok? Tényleg? Igen. Igen. Hátul a VIP sátor mögött, vagy hol? Sajnos nem. Én oda nem járok. Ja. Vicc, ez ott nincs jó buli. És milyen jelmezben volt? Disznó. Disznó, a Turkevén. Hát mi más? Mi volt rajta? A Turkevén, ott volt valami ilyen malacölő, garázdálkodás. Igen, hát minden évben. Hát persze, Kevin Böllér, hát vicc ez. Igen. Ott költöznek át a kis malackák az örök vadászban. Így. És ott mit csináltatok, vagy hogy kerültetek oda? Hát pesgőztünk, meg mentünk mulatni. Aha. Ja, és akkor Ferivel. Pesgőztetek? Igen. És akkor Ferivel együtt pesgőztetek? Ferivel nem pesgőztünk, ő nem szállt be a társaság. Mondjuk nagyon nem hívtatok, tehát azt én azt elmondanám, hogy nem emlékszem, hogy Feri gyere, ijjál már egy kis Feri gyere, kelj fel! Feri gyere, kelj fel! Meg nem baj, hogyha néha azért pár ezer ember társaságában a Feri mondjuk józan, tehát hogy, így, hogy úgy is látják. Na, de mit csinált a Feri? Mit csinál? Hol? Tehát mi? Na. Fotózkodtunk csak Feri. Ja, csak fotózkodtatok. Meg műsorvezető volt. Oda feküdtek mellé. Igen. Szóltak a többieknek, hogy lépjenek át rajta. Igen, ne rugdossátok, ne a Feri, ne bántsátok. Igen, lépjetek át rajta. Mindig ezt csinálja, egy óra múlva magához tér. És kitölti a számla. Hozzatok tubákot az orra alát. Na jól van. Láttátok ezt a kis kacsamentős videót? Jaj, nagyon cuki volt. Nagyon aranyos. Ugye azt látjuk, ugye, hogy szegény kis kacsák egyébként sokszor hát elnézik a fészkelő helyet, valószínűleg ez történik, és ugye ezeket a kis kacsákat sokszor mentik. De hogyha veszélyes helyre fészkelnek, akkor utána a kacsamamának, a kacsagyerekekkel át kell menni az úton, igen. vagy az autópályán, vagy bárhol, ahol mert... ugye ők ugye oda jutnak, ahol a folyó, vagy a tó van. Igen, mert hogy közvetlenül a vízparton nem találnak maguknak fészkelő nem helyet, találnak fészkelő biztonságosabbat helyet, találnak, csak pont az a baj, hogy ugye a fészkelőhely meg a vízpart között, hát ott van néha egy pársávas autópálya, vagy a parlament, vagy az alsó rakpart. Na most azt azért fejtsétek meg, hogy mentek be a parlamentbe költeni. Uh-huh. Főleg úgy, hogy ott van a semjén. Hát na! Érted? Ha már a kacsák is költenek a parlamentben, nem mellé. Ja. Akkor többiek miért ne költenének? Mindenki csak költ a parlamentbe, érted? Persze. Érted, de ott van egy díszvadász, érted, és nem is egy. Igen, az érdekes, hogy ezek a kacsák hova fészkeltek, mert a videón az van, hogy láthatjuk, ahogy a rendőrök uh-huh. megállítják a forgalmat a parlament előtt. Így van. Balról jobbról kipattannak valahonnan, és a kacsák álló autó közepette gyönyörűen mindenki lefékezett. Micsoda találkozás ez a természetnek és az emberiségnek. Megvárják az egyébként rakparton forgalmasra menő autó, amíg a kacsamama a kacsákkal együtt áttipeg. Igen. Le a Dunához, mert hogy ő valószínűleg viszi a fiókáit. Ugye, akik először kezdtek el közben sétálni. Közben mutatjuk igen. is a kivetítő, megy a videó. Igen, nagyon cuki, ott láthatjátok milyen egyébként. Hát, ennyire profik vagyunk. Amiről beszélünk, az rögtön látják. És az utolsó kis kacsa ugye nem tud fölmenni a patkára. És már a rendőrnő már a pisztolyáért nyúl, de aztán... aztán mondják neki, hogy Irén ne. Hogy ne, Irén, nem, most ne, légy szíves. Nem lehetett egyszerű egyébként ezt az egészet így megrendezni az ORFK-nak ezt a cukisági kampányt. Ilyetetlen, hogy egyébként tényleg, hogy mennyi pénzt költenek. Főhívták a hangát az állatkertből, adjatok már egy kacsa saládot. Mi az, ami most nagyon megy? Mi az, amit most szeretnek ezek az emberek? A tőkés récét mentenek, a rendőrök a szivárni fogják. Adjatok egyet, meg három kicsit. Így van, mit lájkolnak állampolgárok mostanában sok? Kacsásat? Kacsásat.
És megtaláltuk azt az embert, aki csinálja ezt a, vagy megcsinált ezt a videót, aki elkészítette. Uh-huh. Mert aki ugye, hogy ezt... Jó időben volt jó helyen, ugye? Jó időben volt jó helyen. Robert itt van velünk a vonalban. Hello, Robi, jó reggel, ciao. Aha. De még csak aha, most hívjuk Robert. Így van, ez a szívhangja Robinak. Igen. Robi, hello Balázs, Balázsék, hello, ciao, hello. És a Feri is, hello, jó reggelt. Ó, sziasztok. Na, na, hát az internetet felrobbantotta a videód, amit készítettél. Az év természet videósával beszél? Azért túlzásnak mondanám, de nem nagyon osztok meg videókat Facebookon, de viszont ez tényleg annyira pozitív volt, hogy úgy gondoltam, hogy ez megér egy misét. Tudjuk, hogy honnan jönnek ezek a kis kacsák, mert már ott kapcsolódunk a videó, hogy éppen letipegnek ugye a térkőről, a díszburkolatról, és mennek át a záróvonalon. Egyébként csak jelzem, záróvonalon mentek a kacsák. 5000? De felejtsük el. De hogy honnan jöttek? Azt láttad, hogy szegénykék ők hol fészkeltek? Vagy hol indultak el? Vagy honnan? Igazság szerint megállították előttem a forgalmat, és onnan a parlament felől a járdáról láttam, hogy érkeznek. Aztán az előttem lévő autót még tovább engedték, mert a kacsák tétovák voltak. Majd utána nálam lezárták a forgalmat, annyit láttam, hogy onnan a parlament szemben jönnek, és utána már ti is láttátok a többi. Azt lehet tudni, hogy hány kacsa család után állították meg a forgalmat? Sok volt volt. Figyelj, de egyébként tényleg szenzációs, nagyon jó a felvétel, hogy a kacsamama körbenéz, a gyerekek tipegnek, mindenki nagyon meg van ijedve, a mamához egészen közel mennek, annyira félnek. Figyelj, egyébként tök megható az egész. A háttérben hallani, hogy lefékeznek a tekes autók. Igen. És a mama egyszer... Mondjad? Tegyük hozzá, hogy a rendvédelmi szervek védték a kacsákat, hisz ott egy dolmányos varjú talán, vagy valamilyen varjú fajta, nem vagyok ordítomok. Igen. Hát ott komolyan kerülgette őket, hogy egy kicsit gondolom elragadjon. Igen, azt lehet látni, hogy ott az egyik madár az úgy megpróbálta megközelíteni egy a kis fiókákat. Faj. Igen, becsapott. De a rendőrök nem tétováztak, elkergették a varjút, és közben a kacsák pedig vonulnak át az úton. Csak de mondom egyébként, hogy a dolmányos varjú is védett. Na jó, de a kacsa jobban, a kacsa cukibb. Az igaz. Teljesen idilli volt a kép, dudas szó se hangzott, mindenki szépen megértette, felfogta, hogy ez így egy teljesen jó történet, a rendőrök tették a dolgukat, és tényleg nagyon megható volt még ott élőben végképp. Igen, és aztán látod, hogy betipegtek egészen a Dunáig, vagy utána már elindítottak? Nem, mert utána a forgalmat elindították, igen, és hát az elég nagy sor volt mögöttünk, úgyhogy szépen elindultunk, úgyhogy eddig láttam én is. Uh-huh. Nesztek békemenet, írja valaki. Ja, így van. Ez az igazi. Dolmányos varjú, mi? Dolmány, mellén, gárdista, az az. De tényleg nagyon-nagyon helyes a videó. Azt pedig külön köszönjük egyébként, hogy nekem Júlia, amikor átküldte tegnap a videót, akkor megnéztem, és a harmadszorra ugyan, de leesett, hogy közben pedig mi szóltunk, tehát ez 3-4-10-kor elkészített videó, ahol nekünk jön a kis szignálunk, és utána beköszönünk valamelyik helyszínünkről a héten ez a turnén. Ez van. Minden reggel 10-ig titeket hallgatlak, utána a változó, hogy Spotify, vagy marad a Rádió 1-e. Reggel 10-ig szinte mindig tisztelt. Nagyon szépen köszönjük. Ahogy mennek át a kacsák, közben mi hárman megmutatjuk az élet nagy dolgait, mert hogy Robinál közben meg ugye szólunk mi, és valamit éppen nagyon megbeszélünk. Hívunk valakit, vagy best of-ot konferálunk, tehát közben hallatszik, hogy mi szólunk. Ez egy külön kedvesség volt tőled egyébként, hogy minket hallgatsz. Robi, nagyon köszi, csak ezért hívtuk, nagyon jó lett a videó, hát ez bejárta már a Facebookot, mindenki osztja, mindenki megnézte, hihetetlen. Te tényleg nagyon igen, látom, hogy eléggé önálló életek. Hát. Jó, hát köszönöm, hogy hívtatok, és további jó munkát nektek, és köszi, ciao. Na most azért a kommentek is érdekesek a cikk alatt, azt néztétek meg a Facebookon. Egy ilyen videóban is valaki bele tud kötni egyébként, hogy persze, most megállítják a rendőrök, de hol voltak akkor? Hát, meg egyébként, amikor verni kell bennünket, meg amikor bűnt kéne üldözni, inkább derítsék föl, hogy ki ölte meg Irma nénit, érted, a izében, nem tudom, 8 kertben. Ilyen kommentek alatt, tehát hogy ebbe is bele tudsz kötni, hogy két baromi jó fej rendőr kíséri át a kacsákat. Tehát nagyon profin. Külföldi videóban látszik, a francia rendőrök, angol, tudod, hogy ott, ahol van kultúrája az állatvédelemnek, hát az állattartásnak, és annyira helyesek, ahogy ezt intézik. Ezt meséltem nektek, nekem a legmeghatóbb ilyen jellegű videó, amit láttam, az Romániában készült, ahol kaminosok álltak meg, talán egyébként, hát nem, most nem akarok tényleg hülyeséget mondani, hogy egészen pontosan hol lehetett, mert egy medve mama a bocsokat vitte át az úton, és ráadásul úgy, hogy a szalakorláton át emelte át a kis bocsokat, és aztán átszaladta az útnak a másik oldalára, és egy nagyon magas kőpárkányra felágaskodott, felrakta, és a kamionok végigálltak sorban, és várták. Mondjuk ez ilyen macival azért tudott érteni. Azért nem olyan ütközni, mint egy kacsával. Ezért egy Scania ide vagy oda, de hát azért. De nagyon-nagyon helyesek voltak. Mind megálltak, és szépen engedték. Azt hiszem, Tusnád fürdő környékén volt. Igen, kérdezik, hallgat, hogy nem lehet, hogy tüntetni voltak a kacsák, a rendőrök pedig elvezették őket. Igen, és beledobták a Dunába. Szegény kacsa a másik oldalra akart átmenni, de visszaterelték őket a szigorú rendőrök a zebrára. A szabály a szabály. Igen, igen,
valami ilyetet, hogy ebből is ti jöttök ki jól. Hát most mit csináljunk a hallgatók közben, hogy minket hallgatott? 793 ezernél van a megtekintés. Tehát az gyönyörű. Az gyönyörű szám azért, igen. Tehát Facebookon az lassan eléri az 1 milliót. Azért ez nagyon nagy. Azt mondjuk, egy picit hiányoltam, hogy itt a hátrébb a kocsisoron így érted, tehát üres elbe voltak a kollégák, nem kezdtek el rögtön bírságolni, meg igazoltatni. Jó, na biztos. Elakadás jelző háromszöge. Van-e az autó? Üsd doboz, aztán hogy állunk-e azzal, amit te még a kacsákon ullak, nézzünk arra az izzókészletre rá, igen. De tényleg, jó kis videó. Oké, melyik játékunkkal megyünk tovább? Mit játszunk? Mit szeretnétek, Csabaiak? Mit akartok? Ugye megvan már a kutyás játékunkra, négyfős varrodából imádni fogom őket kutyának öltözve. Forrestónyakörves, Bayerns játék. Forrestónyakörves. Mr. Forrestónk visszatért már hozzá? Nem, még mindig nem. Két napig hanyagol bennünket, Mr. Forrestónk. Hát kiéheztet most, és holnap szólnak, hogy lesz ünnepi pillanata, hogy visszajön. Nem volt ugyanaz a koronát. Nem volt ugyanaz a játék. Minden ugyanúgy, de nekem még nem volt. Nem volt meg a komfortérzetem. De nekem szimpatikus az, hogy ő lehetőséget biztosít a fiatal kollégináknak ahhoz, hogy így van, elinduljanak ők is a világhír felé. Úgyhogy ma megint akkor a Miss Forrestal Lady lesz, és akkor lesz nekünk még egy Opel Grandland X játékunk is természetesen, ahol majd meg lehet pakolni ezt a gyönyörű Opel Grandland X-et. És de mit? Hogy? Kipróbáljuk, hogy mi fér bele az pakolni? Opel Grandland X-be. Köszönöm a kérdésedet, Opel Grandland X. Ja, értem, jó, mert mintha más hallottam volna. Pedig akkor azt mondtam, hogy Opel Grandland X. Az, most már nekem is lesz. Azaz. Hogyan meneküljünk a nyaralásból játékunk? Igen. Mi történik akkor, ha egy család nem fizeti ki a szállodai szobát? Valamit talál a lomtanításra, ami nem az övé. Tegnap riadt nagyik pakoltak nagyon jól. Annyira jó fejek voltak. Így cukáik rettenetesen durván pakoltak, tehát maga a játék nagyon jó. Hát az állólámpa külön meg ugye állt a sícsizma bepakolás, az is így komoly van, kihívás. A 8-os kijelző nagy barátja. Igen. Na jövünk mindjárt. 5 perc, a pontosan 8 óra. Jó, egy pici szünet, aztán folytatjuk már is. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ilyen piknik hangulat van, rájöttem. Egyértelműen. Jönnek ki, lufi osztással, emberek kiszogatják a kis kávécskájukat, közben nézelődnek, kipróbálják az autót, irigykedve néznek a játékosaik. Szaladnak utánuk az opelesek. Így van, szaladnak az opelesek, hogy tesó, ne vidd el, ülj bele, nyugodtan nézek, de ne vidd el. Tehát olyan, mintha egy ilyen kis majális lenne, nem? Közben szól a zene, az emberek vidámak. Mindenki hihetetlenül kedves, és csak jelzem, igen, hogy egész jól állunk torta. Jók vagyunk? Hanyadik jött? Így van, gyakorlatilag a teljes palettája az édességiparnak, vagy az édesiparnak itt van már. Mindenmentes tortánk is van már vegán tortánk is, Atya van már hagyományos vonalról is. Most az előbb találkoztunk kedvenc húsboltosunkkal itt a háttérben, aki... Ki jár úr? Igen, aki belopta magát a Vadon család szívébe is, mert hogy a nővérem megkóstolta a nem fér érten a kolbászát. És ezt itt nem értik félre. És azt mondja, hogy soha nem evett még ilyen jót, és hát megint összefutottunk itt hátul. Igen, és mondta, hogy kisebb csomagot összerakott meg. Így van, egy kisebb csomagot, és kitépte a karomat vele. Annyi lesz, hogy betolatok az autóval, kinyitom a csomagtartót, és azt látom, hogy négyen-öten, tudod, ilyen láncban adogatják egymásnak a cuccokat. Egyébként ilyenkor a stábunk is nagyon örült, tehát ennek mondjuk meg őszintén sokszor a kevésebb százalékát visszük haza, mert ugye nem megyünk haza, nem megyünk át egy másik állomásra, viszont az itt dolgozó emberek, akik pakolnak, jönnek, mennek, utam annak, azért ők is fogyasztanak. A füstölt kolbász nem romlik meg, csak igen, mondom. Van, amit nem adunk, tehát van, amire azért úgy vigyázunk, hogy nagyon drága, hogy ezt tett külön, mert ezt hazavinném, de azért van, amit bedobunk. Igen, egyébként a stábunk hihetetlen munkát végez itt el, hát és hála Istennek most már jó időbe teszik mindez, de azért elmúlt napokban nagyon-nagyon kapták az áldást, úgyhogy le a kalappal előttük, és nagyon szépen köszönjük a munkájukat. Amit kapunk egyébként, azt tényleg úgy kezeljük, hogy mindannyiunk kapja, és hogy mindannyiunknak egyfajta elismerést tőletek, és nagyon szépen köszönjük. Ez egy kicsit olyanok, hogy mint a földes urak ránézünk, és akkor tudod, először döntünk a sorsáról. Hogy torta? Jó, már a négy jött, akkor mehet a közösségbe. Vegán torta? Ez az első, ezt akkor csomagold el, drága. Földes urak vagyunk, meg feudalizmus, akkor hol van az első éjszaka joga? Ha igen. Az már elszaladt. Az már el. Srácok, újra itt vagyok, hoztam Janinak valami szülőnapi meglepit. Áthatatom neki, Bazsik, kérdezi Áber. Hát hogy ne adhatnád át? Hát azért persze, hogy áthatod. Hol kaptam szódát. Az az ember, aki velünk utazik, aki éjjel-nappal jön, iszonyatos viszontagságok közepette, ott van bal oldalon, ez iszonyatos viszontagságok közepette jön,
vonattal, busszal, pályaudvaron alszik és kísér bennünket. Hello, Ábel! Sziasztok! Tegnap ugye kaptál egy hajvágást egyébként. Igen, köszönöm szépen. Jobb lett. Kezdi elveszteni a formáját. Olvastam a véleményeket a Facebookon is. Valakinek nem nagyon tetszik. Ne törődj vele, ne olvassál Facebook véleményeket. Mindig ilyen, hagyjad, engedd el, te jól érzed magad, az a lényeg. A Facebook az egy könyörtelen iparág. Na, mit hoztál? Hát azért add át a szülinapi ajándékot. Most már nem titkolom, hogy tegnap miért mentem haza. Na. Igazság szerint azért, hogy Janinnak ajándékot csináltassak. Nem mondod. És nem értettem tegnap ezt, hogy neked mindenképpen haza kell jutnod történetet. Olyan fura volt, hogy miért mész haza. És ugye kedden írtam nektek SMS-t, hogy akkor volt három éve, hogy találkoztam veletek életemben először. Igen, ennek az ott a Jani nagyon örül. Igen, valami nagyon boldog vagyok. Megváltozott. Igen, most gyere közelebb, Jani, mert azért is vagyok is ilyen picit visszafogott, de várom már egyébként, hogy mit kaphattam, egy rugdalózót, egy járókát, egy holdkompot, valami biztos. Ezzel valami nagyon... igazság szerint alhatsz is, Jani. Na, igen? Tényleg? Igen, ez be lehet vinni az ágyba. De miért nem hoztad magaddal? Tehát ezt készítetted el, ezért kellett hazamenned. Itt a táskámba. Ott van a táskádban. Nem veszük elő, vagy Ábel, vagy mi van? Mikor robbantasz? Ez a három éves emlékez kötődik. A három éves emlékez. Lehet rajta aludni is? Mi az, egy Roberta mintás lepedő? Mi az? Ne. Örök barátsággal, Ábel, és egy közös fotótok van rajta, egy Teddy Maci gyerekek. Hát, figyelj, szerintem egyébként ez tök jó. Figyelj, aranyos, örök barátsággal. Ja, örök barátság, Ábel. Örök barátság, Ábel, és a Macin van egy közös kis fotó? Így csak itt is hoztam. Te egy jó fej vagy, nagyon szépen köszönöm. Azt nem mondom, hogy puszítod. De, puszítod. Figyelj, Ábel, te aranyos vagy. És ez a Maci készült tegnap, ezért kellett haza, ezt valaki csinálta? Ábel, nagyon szépen köszi. Köszönöm szépen, nagyon aranyos. Nézd meg. És direkt neked gyártva. Na, erre célzott egyébként a Balázsa akkor, amikor azt mondta, hogy az ajándékok egy részét mindig itt hagyjuk a stábnak. Ebben nagyon rendes vagy, valahogy csináltattad, ezért kellett hazamenni. Jó, olyan fura volt, hogy miért néztél haza, mikor itt. Hogy jöttél ma? Hányra értél ide? Fél kettőkor indultam. Fél kettőkor indultál? Vonattal? Igen. Pontos volt? Nem, ő 15 percet később. Akkor jelensd a Gábornak, légy szíves, a másik oldalon. Gábor már megírta a följelentést. Azért mondom, mert van egy följelentünk tegnapról. Szeretném kérni a feljelentést. 15 percet késtél. Hányra volt itt? 6-ra kellett volna itt lenned, és 4-7-kor szálltál le. Igen, olyan fél hét után ért ide. Hány óra alatt teszi meg a Budapest Békés Csaba? Hát, hogy ilyen 3 óra körül. Na, az egészen jó. Az egészen jó egyébként. Miért van a Macinak átoldalára az írva, hogy UNICEF? Hát, mert egyszerre karitatív, egyszerre, érted? Segít, így ja, jó, ja, ez jó. Egy segítő mackó. Tőle tanulta, hogy jó. Segíteni kell. Ez egy segítő mackó. Na jó, van, Ábel, köszi. Jössz holnap, na, most már akkor nem, köszi. Most már jössz velünk végig. Szolnok utolsó állomás. Igen. Sajnos. Azt a hétvégén, ahogy szoktad csinálni, Jani, háza előtt örökülésben. Tehát, hogy ez, tudod, ez... A kertbe. Hát meg, amikor nincs otthon, akkor bemászni a kertbe. Ez nem ma készült egyébként ez a fotó rólunk. Ez 2015-ben, akkor volt az Árkádnál, akkor voltatok. Azt nem tudom, csak akkor még őszinte volt a mosolyom. Akkor még nem tudtad, hogy több lesz ez, mint egy egyszerű fotó. Az a Klassz FM-nek volt a tavaszi rócsónak az utolsó állomása. És akkor már hoztál szódát? Nem. Akkor még nem volt szóda, jó. Na jó, van, Ábelkám, köszi. De aranyos, hogy nagyon szépen. Oké, lejátsszuk a kutyás játékot, bár hát ugye a Bayer játékunk jön, de hát Mr. Foresto nélkül azért ez nem ugyanaz azért. Nagyon hiányzik ő ehhez a játékhoz. Nem baj, holnap visszakapjuk, de holnap jön. Igen, holnap jön. Úgyhogy látom már a Bayeres lányok már rákészülve zöld baseball sapkában, kis mellényben. Ez a legbetegebb játék, amit valaha csináltunk. Tehát a csobbanos játék is nagyon jó, de az, hogy felnőtt emberek kutyajelmezbe egy agility pályán mennek végig, mint egy kutya, ez rettenetesen beteg, de nagyon szeretem. Figyelj, ősi ösztönöket szabadítunk fel ezzel a játékkal. Tehát én még nem lettem embert, aki ne élvezte volna ezt a játékot úgy, hogy közben volt rajta egy kutyajelme. Tehát valahol a gyerekkorukat kapják vissza ezek az emberek. Igen, egyébként kicsit én is azt gondolom, igen, hogy belebújhatsz egy kutyajelmet, és mászhatsz négy kéznál, erre azért, hogy kicsit mindenki vágyik. Igen. Itkon, nem? Tehát ez egy jó dolog, hogy újra gyerek lehet. Igen, cíl. Talán a kullancsnak a megugatására nem mindenki vágyik, de az is a feladat része. Hát az a legprimitívebb. Itt van már mellettem, Mrs. Foresto Lady. Oh. Mit kaptunk, milyen instrukciót a főnöktől? Elégedett volt veled? Elégedett volt, úgyhogy holnap jön is. Holnap, és ketten csináljuk. Aha, holnap jön is, rendet rak a főnök úr. Rendet és rak. Ketten csináljuk. Azt mondja, játékosaink Dorina és Mia. Sziasztok! Szia! Miért a Dorina öltözött? Szia, én kerestem embert magam mellé. Tehát... Jó, hogy ti nem is ismeritek egymást. Azt mondja, hogy Dorina berántott egy idomárt maga mellé. Akarsz kutya lenni? Akarsz kutya ez lenni? Így van, és mondta, hogy ő vállalja a kutya szerepet, így én vállaltam ezt. Jó, hát végül is 50-50 ezer, ha megnyeritek. Azért az nem rossz, egy szép, nem szép rossz. Pénz. Szép pénz. Igen, mert nekem a párom otthon vigyáz a fél éves kisfiunkra, úgyhogy így kerestem egy párt magam mellé. Valami háziállat van otthon az uradon kívül?
Tessék? Valamilyen házi állat van otthon, kutyus igen, van? Igen, egy 10 éves bisont hamenyézünk. Az igen. Egy bisont hamenyéz. Aha, jó. Mi volt tegnap? Egy átlagos forrasznyakörvet, vagy forrasznyakörvet négy fele kell vágni ahhoz, hogy a bögői szömű. 31-32 hónapon keresztül fogja védeni a kis bögői szömű. Tegnap volt a kis bögői szömű, a kis bögői szömű volt, igen. Mindenféleképpen, Dorina, kérjél magadról egy fényképet, mert a gyerek most még fél éves, így 10 éves korában, majd mutasd meg neki, jó, hogy anya mit csinált. Igen, mit csinált a kitelepülésünkön. Látod, milyen kiszámíthatatlan tényleg az élet. Reggel fölkeltél, még nem sejtetted, hogy kutyajelmezbe fogsz a Balázsék előtt állni, és most itt állsz kutyajelmezbe. Én úgy jöttem, hogy szeretnék játszani. És direkt ezt? Tehát te tudtad, hogy ez a te játékod. Négy kézláb kutyajelmezbe. Kipróbálom. Jó, kislányom is azt mondta, hogy minden bele. Fél évesen már ilyen összefüggően beszél a gyerek, hogy fél minden... Nem, van egy 5 és fél éves kislányom. És ja, azért mondom, mert fél évesen egészen fejlett a gyerek. Azt mondta, anya, legyél ügyes, mindent bele, hajrá, drukkolok itthon apával. Mondom, hova járatjátok azt a gyereket? Okay. Képzőbe. Ott van a varrodai csapatunk is? Hát persze, két Ildikó. Részem is varroda. Pezsgő hangulatban? Igen, jó hangulat van. Pezsgő hangulatban a varrodások? Pezsgő nincs most, de lesz. Ha meg lesz az 50-es, mi? Ja, figyelj, igen. A kollégináról azért sok képet csináltok kutyajelmezben, mert azért ő hallgatni fogja ezt egy ideig, hogy kutyajelmezben mászott négy kézláb. Tehát fotózzátok erősen ezzel, azért zsarolni lehet. Jó, szakmai... Kivel akarsz kezdeni? Varrodások, Ildikókkal, vagy a másik csapat? Menjen a másik csapat, aztán a varrodás lányokat hagyjuk Dorina, a végére. Akkor gyorsan föl a ízét, a kutya sapkát egy kendővel eltakarjuk a szemedet, ezt csináljuk meg. Jó, ja, itt a kendő? Ó, közben Ildikóra készültünk. Nem baj, átcseréljük. Jó, nem baj, hát átdobjuk. Jó, és közben egyébként nem elfelejteni, ugye, hogy nem csak 50-50 ezer forinttól most a tét, hanem hogyha esetleg olyan jó időeredményt sikerül elérnetek, akkor a hétvégi álomutazást, álomnyaralást, álomüdülést is megnyerhetitek a Bakonyba, mert hogy ezt is felajánlotta ugye a Bayern. Az a legjobb idő, igen, aki a legjobb időt futja, abszolút. Ja. Hát, egészen jó idők születtek tegnap. Mondtad tegnap már nagyon, de jó, de már szinte lábon rohantak azok a kutyák. Hát a végén nem, már meg... A végén felállhatsz ki? Miután megugattad a kullancsot, akkor föl lehet állni. Úgyhogy visszafelé már gyere, nem Dorina. Kell semmit csinálni. Így, ide körülbelül egy jó négy kézlábat kérünk szépen. Ez minden jó, a kullancsugatás nagyon fontos része a játéknak. Így van, nem szeretjük a kullancsot, tessék megugatni. És ne feledkezzünk még a próbaugatásról sem. Jó, egy próbaugatás. Ha is visszaugatsz. János, válaszol. Hát meg lett szólítva. Válaszol. És Mrs. Forresto Lady-nek új sípja van. Ne, csak most nem mondod. El tudom képzelni, hogy Mr. Forresto küldött valami postára, hogy ezt fújt, ezt fújt. Verte az irodasztalt. Ezt nem lehet, milyen síppal. Milyen halvány volt, milyen erőnytelen. Na, indítod, János. Na. 3, 2, 1. Hát ez, hát a, na, mondjuk, ez a síp. Új, várjátok, igen, az első ez, kaput lefejeltük. Ha ezt Rózsi így fújta volna a Titanicba, senki nem megy vissza érte. Segíts neki, mert szegény össze-vissza megy a kis kutyánk. Hát a kutya össze-vissza megy. Most jön az ugatás. Konkrétan, mint egy vakkomondor, aki keresi a gazdáját, kicsit tanástalanul járkál az a kutya. Most már két lábra állva ugrál át a pályán. Borzasztóan beteg a látvány. Szegény játékos, körülbelül nézd meg a fejét. Mi volt az elején? Dorina, hogy nem találtátok a lukat? Az olyan, nem akarok róla beszélni, nem tud megszólalni. Igen, mert hogy ott ugye be kell menni egy ilyen csőbe, nem? Vagy egy ilyen kis pályába. Hát ilyen kis kapuk vannak, kis kapukra, és a kapuba át kell menni. Be tudod verni, igen, a fejed, de nem... 23. Ahhoz képest 23 nem rossz. 23 nem rossz. 23 másodperc, ez nem rossz egyébként. Na hát, Ildikó, na, gyere egy próba. A varrodás lányogatásra. Vajon? Vigyázz, kanos a kutyánk a stúdiónál. Igen, ez kicsit a kacérkodó ugatás volt, hogy ugye? Vagy hívott valamire. Azt picit azt éreztem én is, hogy így van, hogy van. Ildikó azt mondta, hogy bevállalná. Igen, azt mondja? Igen. Felé fordulna a farában? Bizony. Ezt megnézném, hogy egymásnak háttal. Persze. Oké, na nézzük a pezsgő tímet. Ildikó, mikor voltál utoljára négykézlám? Kint van az orrom. Ja. Szülinap vagy névnap volt? Mikor voltál utoljára négy kézláb? Nem tudom. Nem tudom, ez a jó válasz. Nem is emlékszem már a Balázs, olyan régen volt. Gyere egy kicsit közelebb ide. Voltam. Úgy négy kézlábra Ildikó, és Ildikó fog irányítani, tehát ez egy nem túl bonyolult nevű csapat. Ildikó, mondja már, milyen érzés négy kézláb felnőttként egy kutyajelmezben Békés Csabán ott áldani. Nagyon jó érzés. Nagyon jó? Igen. Igen, tetszik a kutyajelmez? Igen. Fesztiválos feeling. Jó, van gyerek a családban? Van. Mekkora?
13. Hát imádni fogja az anyjáról a képeket. Szerintem is. Hát mindenképpen mutassátok meg neki okay. délután. Jó, nézd anyád, mit csinált nekem Balázséknál. Megszoktam át. Megszoktam? Igen? Sokat láttam így anyát, úgyhogy karácsonykor mindig így vagy a ide a fajansz fölött, mi? Na jól van, hát ezt a varrodába sokáig fogod hallgatni. Igen. Jó, de akkor kérje több pénzt, ha megnyeritek, akkor ne 50-50 belegetek, vagy 25-ben 4 felé, hanem akkor kicsit legyen a tiéd több. Jó? Oké. Na jó van, indítsunk, vagy maradnál még ott úgy kutyába? Vehetünk. Vehetünk, jó van, legyél ügyes, jó? Kullancsot nem elfelejteni megugatni. Nem kicsit szeretjük hátrébb, a kullancsot. Várjál, itt rend van, nem úgy van, hogy okay. csak elindulunk, meg vagyunk? Meg. Most megpróbálom a másik sípa. Hát. Miss Forrestó bekeményített, érzitek? Hát hátrébb parancsolta a kutyánkat, ne? Nem viccel. Egyenlő pályák, egyenlő esélye. Nem viccel. Oké, okay. Jani. Na figyeljetek. 3, 2, 1. Ez a síp. Ildikó, nem arra. Mit csinál? Segíts, kiabáljál neki. Ez a kutya vak, gyerekek. Ez a gatyám szárák. Ez a kutya nem rá. Gyere. Ugatás, ugatás. Na, észre legyél be. Állj föl. Úristen, ez inkább segélykiáltás volt. Segélykiáltás volt. Figyelj, ilyen vak kutyát nem láttam. Feri, ráléptél a lábára? Nem, a farkára. Ugye a visszafelé pályán már csak két lábon ugrálnia kell ilyen mindenféle pályákon át. De ott már nem kell négy kézláb lenni. Hát ez a kutya csetlet botlott a járván. Mozgásod kutyaként egy kicsit, de vakkutya volt. Hát ez, vagy igen. Az irányító Ildikó volt. Irányító Ildi. De az irányító Ildi béna volt egy picit. Na jó. Szürke hályog volt ennek a kutyának a szemére. Azt hiszem. Béna voltál? Na mennyi az annyi? Szegényeket is ki kell kerülni. Micsoda? Mit mondasz? A lányokat is ki kell kerülni. De? Milyen meg lányokat? Egyébként megvan. Tartották ezt a műanyag izét. Hát ott egy agility pályán, ott, ami az utatba kerül, az ki kell kerülni. Na jó, mennyi az idő? Hát kérlek szépen, az első csapat ugye 23 másodpercet csinált, Ildikóék pedig... Szomorú lesz ez. 25,78. Kettő másodperc. Köszönjük, jó volt. Azért jó buli volt, hát örülünk. Van nektek azért Forrestós ajándékcsomag. És akkor a most összeállt kis párunk, ugye akik nem ismerik egymást, akkor megvan a 100 000. Megköszönjük szépen. A szívből gratulálunk, meg nagyon ügyesek neki. Voltatok. Az 50-50. Az biztos. Nagyon jó. De a varrodás lányokat nem tudja ezt sem lelombozni. Nem, a varrodás lányoknak továbbra is jó kedvük van. Végig. Ők azok a típusok, akiknek, ha alapjáraton ilyenek, akkor minek isznak? De most komolyan. Mert képzeld el, hogy akkor milyenek na, ha isznak. Na most képzeld el, széttépnének. Igen. Fakkomondor. Igen, írja valaki. Hát nehogy átesse rajta valaki, azért ment óvatosan. Hát azért tudjuk, már ismerjük a történelmet, hogy mit történnek, ha az ember átesik egy vakkomondoron, igen. Oké. Miért van a maci alján egy lyuk? Kérdezi Szala. A maci alján? Jó kérdés. A maci alján? Ez még melyik játékunkra jött, Szala? Ezt miért küldted? Ezt nem teljesen. Az ajándék maci alján miért van lyuk? Hát ja, nyilván, mert Ábel idáig szórakozott. Kiszúrta a webcamen, Szala, hogy, ja, hogy, mert, hogy nézhetek bennünket streamen, hogy mi történik. A maci alján kiszúrta, hogy ott van egy lyuk, ilyen szeme van tényleg? Igen, valószínűleg az volt, hogy hosszú ez a vonat, úgy gyere, ülj csak ide a szövetbe medve. Jó, hát kicsi kis használt maci kámaszt, de nem baj, az a gesztus a lényeg. Remélem, hogy meggyugodott a gyerek, akitől elvettek. Igen, az a 3 nap ezelőtt még egy UNICEF-es gyerek játszott, most azóta nagyon sír az a gyerek. Igen, de kapott gumicukrot cserébe. Na jó van, oké, operes játékunk van még hátra, ezt is lejátszunk majd természetesen. És a hírek után megbeszéljük, hogy állítólagosan a versenyhivatal vizsgálja a pakisztáni lájkokat gyűjtött Mága Zolt. Nem is értem, hogy ezt a drága embert hogy lehet így hírbe keverni. De most komolyan érted. A jó szolgálat nagykövete, érted, a magyar igen. Zene, rohadt, istene. Az irítség a magyarátok. Ezek már te komolyan a versenyhivatalnak sincs jobb dolga, mint hogy Mága Zoltán pakisztáni lájkjait vizsgálja. Komolyan nem hiszik el, hogy 200 000 pakisztáni odáig van meg vissza. Az hagyja, hogy 200 000, de hogy 100 000-ről ugrott 1 millióra a Mága oldala. Napi 10 000 lájkot gyűjtött, teljesen reálisan egyébként. Napi 10 000 lájkot. Mert végre ivélyes lett a világ. Elkezdte a Paki Viva játszani a klipjeit. A Paki Viva? Na mindjárt megbeszéljük. Ezt a írt, úgyhogy jövünk mindjárt, küldjetek friss közlekedési híreket. Jó, 8:30, itt vagyunk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva, mert ezt bedugom. Ezt kihúzom? Na, mindjárt hallom magam szét. Oldódott itt minden, gyerekek. Hát szikrázó napsütés, felhő nincs az égen. Kérem szépen, átvonult a hidegfront. Nem tudom, hol van most, hol esik most az országban, de nálunk nem. Békés Csabán, piknik hangulat. Ennyi, gyerekek. Játékok, kitelepülések. Majális. Majális. Zene. Lufik. Lufik, lányok, fiúk.
mosolygó emberek, és én. Mi kell még? Hihetetlen, komolyan mondom, minden megvan. Na mi van, kidedikáltad magad, odaadtad magad a népnek? Szorgoskodtál, mint egy kis hangyácska, vitted az ajándékokat, hoztad? Nagy nap ez a mai, tényleg rengeteg ajándékot kapok, rengeteg figyelmességet. Robertának például megkóstolhattam, meg kipróbáltam még a kézfertőtlenítőjét is. Ez egy hosszú kapcsolat kezdetetője. Így van, jelezte, hogy most már meg a kezedet, hogy nézed a kisgyerek, meg az arcod is csupa maszat. Igen, a kakaót, a melyik kasodról szedjük már le. Így van, meg hát ugye dedikálok is, a dedikálás egyébként egy nagyon felemelő és nagyon tanulságos tevékenység. Itt van például egy nagyon kedves törzshallgatónk, aki rendszeresen megjelenik a kitelepülésénken, nagyon szeret minket, és most is dedikáltatott 3 dedikáló kártyát így a sógornak, meg a rokonnak, meg egy kedves hölgy rokonának, aki engem kifejezetten nem szeret. Tényleg? És ezt meg is mondta. Igen, és tök jó arcolt be, mondta is, hogy hát ő egyébként nem nagyon csíptéged, de hogy igen, akkor küldjek neki, tehát hogy az... Van olyan ember, aki nem szeret, hát ne csináld, hát hogy van? Hát most gondold el. Mert most akarja bepuhítani, érted? A kolléganőt, ugye? Tehát ezzel fogod megpuhítani, ugye Jani? Ne, rokon, ugye? Kolléganő. A feleséged? Ja, konkrétan a párja. Tényleg? Na várjál, hát ezt tudod, hogy mondta a történetet. De miért úgy érzi, hogy elveszlek tőle? Igen. Lehet, tényleg, féltékeny. Hogy kisajátítalak magamnak? 6-tól 10-ig, egyszer nem hallgatsz mást, és a párod, tudod, a Jani nevetsz a legtöbbet, és a párod ezt egyszer nem nézi jó szemmel. Sziasztok! Hello. Megmondom őszintén, hogy én 3 óta közül Jani nekem a király, és... A Janit nem szereti. Nem tudom miért. De mi az indok? Neki, vagy mit mondott mond? Valamit? Hogy néz ki a párod? És Jani megkóstolta, hogy a Isten, a vöröshajú nők milyenek? Vagy mi? Nem, neki te vagy például, Feri, a number one. Ilyen ezért is vagyunk, van. Látod? Jó, hát most mit csináljunk? Nem szereti az intellektuális humor. Hát most... Csak az egyszerűség, látod? De ezért jó ez a műsor. Most ez van. Igen. Egy neked ember a Jani, a párodnak, a Feri gyerekek. Igen, kinek maradt a Balázs? Hol vagyok én gyerekek? De otthon szoktak én, ha veszekedni is rajta. Aposod? Igen. Kivel veszekszik? Hát, hogy miért vagy neki szimpatikus, meg ilyen. De mi áll előtt, és akkor magával veszekszik? Igen. Hogy hívják aposodat? Józsi. Miért szimpatikus neked a Balázs? Hát Józsi, nem tudom. De Józsi, mondd már meg, miért szimpatikus. Nem tudom, Józsi, ez a gyerek valahogy nekem szimpatikus. De az tükör előtt magával veszekszik? A kalaptartó alatt a tükör előtt? Igen. Az jó lehet, mikor a párod beszélget a Janiról, meg aposod rólam, és akkor ők ezt így megvitatják. Igen. Egy igazi barátok közt otthon. És akkor nem is hoztad most? Nem is hoztad? Nem, ő nem jött el, nem. Azért, mert itt a Jani, és őt utálja, ő nem jött miattuk. Szoktunk Jani rólad vitatkozni is. Ez nagyon beteg. És azt mondja az asszony, jó, akkor ma nincs szex, mert te szereted a Jani. Igen, de ennek ellenére hallgattok minket, tehát szólunk a rádióba, és amikor a Jani mondja, én ezt a Janit. Nem tudom, mit szeretsz rajta, így mondja nekem. Mondom, nekem tudom, valami nagyon bírom a humorát. És akkor mindig, amikor Jani beszél, akkor kicsit halk is le. Aztán nem a Jani beszél, akkor még fel. Kis túlzással, igen. Óriási. Nagyon jó lehet egyébként, vagy képzeljétek egy ilyen szituációt, hogy te ülsz a rádió mellett, hallgat, és hát ez jó volt, hogy megbukjál, oda vágtál. És közben a feleséget kimosogatod, hogy nem tudom, mi szeretesz, de bár a Feri az azért nagyon rendben van. És kint közben meg apósod a kalaptartó mellett, meg Józsikám, hát te most részt érted, azt mondja, jó fej, nem utogassál már, nem utogassál már, öreg, nem utogassál, mit mondtál, hogy a jó család. Figyelj, nálatok tényleg egy ilyen barátok között. A komment azt szokott lenni, hogy a Jani nevetek, hogy te beteg vagy, mit te vetsz ezen? Mondjuk ebben igaza van, tehát mi beteg humort nyomunk, tehát aki rajtunk nevet, az kicsit kell, hogy beteg legyen. De én nagyon szeretlek mind a hármatokat, de mondom, ne arugjatok, de Jani a nekem a minden. Nem baj, ne? Küldjön a csajodnak a Jani egy bögrét. Hát szerintem is... Nem ám elhapolni, ez csak szeretetét. Neki. Igen, hát most nem ám. Szelfizen egyet veled, mivel? És majd megmutatod a párodnak. Mivel lehetne a párodnak a kedvében járni? Nem tehát, tudom. hogy tudnám belopni nem magam tudom. A szívébe? Esküszöm, mit csináljak? Nem tudom, azt mondta, egyszerűen nem. Nem mit csináljak még? Egyszerűen nem. Hogy adjam még oda magam jobban? Legyél még jobb fej, vagy nem tudom. De nem tudom. Nyomjál kevésbé durva poénokat. De akkor bedobjak egy-két zsanos viccet, vagy valami, vagy... Szerintem most a játékkal, ahogy a mizós játéknál teszed fel a kérdést, szerintem most jöttél föl. Azt mondja okay, a barát, hogy ennek a Janinek mégis van humora, milyen jók ezek a kérdések. Hát tényleg, na, hát de vaktyúk is találsz szemet. Csak mondom, egyébként a lokálban is benne vagy. Ó, Jani, hát csúcsra értél. A műsorvezető ma ünnepli 48. születésnapját. Egyik hobbija a sziklamásász, te szeret futni és olvasni szabadidében. Régebben játszott egy rockbandában.
Te játszottál rockbandában? Volt ilyen, de ezt nem tudom honnan tudják egyébként, ez 1000 évvel ezelőtt volt. De mi, micsoda? Hát Ród? Hát, nem, mint énekes. Se tudjuk. Te voltál az énekes? De ez egy hardcore zenekar volt. Érted? És ezt a lokák kinyomozta? Ez honnan? Anya, vedd már ki a kukából, nézd már meg te. Fölolvastam, mondom, mekkora tévedés ez, hát miért nem néznek ennek jobban utána? De ez utána? Egy 1000 éves történet. Honnan vették elő? Mondj már egy dal címeteket. Mi volt? Mi volt egy dal? Nem, várjál, nem is tudok már egy hírt. Most így sorogosz, hogy 30 éve nem beszéltem erről. A kocsma előtt állok, vagy nem kemény tudom. Kemény vagyok, rocker, meghúzom a hugod. De nem, ez egy... és a dumás téged is. Ez egy garázs zenekar volt, egy olyan hardcore zenekar, amit leginkább a saját szórakoztatásunkra hoztunk létre. Mert igen, nyilván senki nem tudott zenén a zenekar volt, de hát általában a punk zenekarok, meg a hardcore zenekarok, azok így születnek. Ha valaki tudod. Suga lokálnak, akkor te itt. Ó, apám. Nyomoznak ezek. Lehet, hogy Mónika nyomott föl. Mónika tudja ezt, hogy ott zenekar? Tudja, de ő nem mindenkinek nyilatkozik szívesen. Ahogy én sem. Beépített ember vagy. Na jó, azért erre rákeresünk valami archív felvétel formájában. Biztos van egy TDK kazetta valahol azért a hátsó sufnitokban, amit be tudunk azért. Van hallgassunk bele. Hozd már a gitárosunk jó volt. Hát azért azt nem gondolod, hogy nem hallgatunk bele ebbe, hogy akkor hétfőn azt behozott nekünk valahogy átkonvertáljuk digitális formájában. Aztán a bakelitet, vagy nem tudom mi van. Próbatermi felvétel. Nem, az? Klasszikus, azt mondja, hogy már egy Budán sírni volt rajta, egy Bakator nevű hely, és oda jártunk próbálni. És mi volt a zenekar neve? Nem árt. Nem szó köz art. Nem árt ez. Igen. Nem árt. Az. Jó. Jó, nem árt. Na, az. Jó, hát jó. Figyelj, tudod, hogy ebben hétfőn bele kell hallgatni. Hát ha egyet, ha megvan még a jó, kazeta, nem érdekelnek a barnod, még egy BSF kazetta valahol. BSF polimer. Igen, egy jó polimer kazetta, gyerekeket, ebbe belehallgatunk. Jó, ezt ne felejtsük el, erre térjünk vissza, hát jó, nagy labda. Jó. Konkrétan olyan dolog derült ki rólad, amit nem tudtunk. Hát ez az. Tehát ezt én sem tudtam, pedig azért tudok rólad egy csomó sztori, de ez, hogy te ott hörögtél valami rockbandába. Hány éves voltál, tudod? Várjál, azt mondja, hogy ilyen tizen... Várjál. És van, hogy beszélsz egy kis közönség, hogy sziasztok, mi vagyunk a Nem Árnyom, sziasztok. Nem látom a kezeket, olvastok. Ahhoz közönség is kellett volna. Na jó, ebbe bele kell hallgatni, ezt tetszik. Na, most közelebb jutottam a feleséget, ez egy picit így, hogy kiderült, hogy... Na, látod? Most írt egyébként, hogy csak a szám, hogy biztos nem az bögrét neki ezek után. Aha, de, hát ezzel adok. Mondjuk nincs bejjel. Látod, utálja, de azért örülne egy bögrét. És elküldöm neki. Elküldöm neki a Nem Árt demonkat. Ami alapján senki nem adott nekünk semmilyen szerződést. Figyelj, tudod, mindig ezért nagy utálatból lesz a legnagyobb imádat. Ráírod, hogy Ilonkának szeretettel csak neked Janitól, és szerintem holnaptól figyelj. Tehát az, hát... Én biztos betartanám, az biztos. Figyelj, a frizuránk hasonló. Te is mosolygós vagy, én is mosolygós vagyok. Az biztos. Na, jó, ha küldjük egy bögrét neki, akkor hát, ha megenyhül, jó? Olvastátok, hogy Mága Zolit vizsgálja a versenyhivatal, gyerekek? Mocskos szemetek. Ja, vette tényleg azért egy ekkora idolt. Ekkora bűvészt, érted? Végre kiindik előtte a kapu a világ kint a múltkor a Pintért. Vette pakisztáni lájkokat, óriási egyébként a történet, mert ugye kiderült, hogy hát neki hirtelen elkezdett növekedni a Facebook oldal, ráadásul nem kicsit, és ráállt a versenyhivatal, ugyanis 100 000-ről, hát felugrott azért az ő oldalacskája 1 millióra. Hát megszaladt. 1 millióra. Hát megszaladt, hát megszerették. De irigyek a versenyhivatalnál? Van a versenyhivatalnak Facebook oldala, gyerekek? Nem, van a versenyhivatalnak szíve. Az nincs, azt most tudjuk. De érted? Tehát, hogy te szegény ember évtizedek óta a magyar zene legnagyobb képviselője viszi a hírünket a világba, uh-huh. És akkor emiatt elkezdjük cseszegetni. Na jó, hát de azért most... az érdekes a történetben ugye, hogy az újdonsült rajongók közül, csak hogy hányan találták meg hirtelen Zoltán művészetét. 260 000 bangladesi. Igen. 180 000 indiai. Igen. 120 000 pakisztáni volt az újonnan lájkoló. Nyilván valószínűtlen, hogy pont ebben az országban figyeltek fel Mága Zoli hihetetlen művészetére. Ne, akkor kötötték viszont, be egyszerre náluk a netet. Igen. Viszont érdekes, ugye írja a cikk, és ebben igaza van, hogy ez az a hely, ahol vígan pöfékelnek a kamu profil szolgáltatásokat pénzért kínáló lájkjárok. Aljas rágalom ez a párhuzam. Na most a 444 megkérdezte egyébként a GVA-t, hogy folyik-e eljárás az ügyben, és azt mondták röviden, hogy igen, hosszabban pedig azt nyilatkozták, hogy a gazdasági versenyhivatal a folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárásban azt vizsgálja, hogy a Mága Zoltán előadó művész Facebook oldalán hirtelen jelentős mértékben több 100 000-rel megnőtt uh-huh. lájkok számára, száma arra a körülményre vezethető vissza, hogy Mága Zoltán előadói tevékenységét szervező, népszerűsítő eljárás alá vont vállalkozás, valódi kedvelések, valódi fogyasztói tetszésnyilvánítás nélkül ellenszolgáltatás
fejbe jutottak-e az új kedveléseket. Miért ez megvezeti a koncert szervezőt? Tehát azt mondják, hát hamis többé... színben tüntetett fel magad, igen? Ha neked van 100 000 rajongó, de hirtelen egy millió lesz, akkor nyilván hát az a fogyasztói tetszés nyilvánítás nélkül szereztél te 120 000 bangladesi rajongót. Egyszerűen és irigyek. 120 000 pakisztánit és 180 000 indiait. Egyszerűen irigyek, hogy a karácsonyi koncert mindig teltházas, hogy a művésző találkoztatott a pápával, és erre mind irigyek. És irigyek a sikerre, irigyek a csillogásra, irigyek az elismerésre, a tiszti, a térd, meg a nem tudom milyen keresztekre, meg szalagokra. Napi 10 000 lájkkal nőtt a mága gyerekek. Napi 10 000 lájk. Azért az combos. Jó, ha mert terjedt, mint a futótűz a híre Bangladestől keletre. Átküldték egymásnak. Nem volt arra felé turné. Találkozott Ravi Shankarral, és megbeszélt, hogy lájkolják egymás oldalát, érted? Volt-e arra turné? Igen, mert a Bangladesben? Hát bangladesi mága turné. Biztos volt valami. Nagyvárosok vannak. Bangladesben nyílt koncert, szabadtéri, ott volt 100 000 ember, akkor ez még kevés is, hogy 10 000 naponta. Ha? Így van, elővette a hegedőjét, ott belekezdett valamibe, mint a Csepcsányjal, aki dél a Cipőve című sorozatba, és aztán beleszerettek az ottaniak. Hát szeretik az ilyen típusú zenéket, nem? Igen, egyébként ez valószínűsíthető, hogy hirtelen ráakadtak egy YouTube felvételre, igen. Körbeküldték egymástak, és gyorsan a 100 000-ből 1 000 000 lett, tehát 900 000 új like érkezett, körülbelül mint a 3 héten vagy 1 hónapon belül. Hát ott van például az a mágasláger, meg a másik is. Nem, hát tényleg, én nem csodálkozom a sikeren. És ilyenkor vissza kell adnod a lájkokat? Tehát ha azt mondja a gazdasági versenyhivatal, hogy ez nem jogszerű küldjenek volt, küldjenek akkor mit csinálsz? Semmit. Írjanak egy beidéznek néhány pakisztánit, megérkezik a Budapesti Felsőbíróságra 3 bangladesi, és elmondja, hogy igen, hát ezeket nálunk lehet megvásárolni, semmit nem tudnak csinálni. Hát vagy azt mondja, hogy igen, én szeretem mága művész urat, és lájkoltam. Aha, így van. Ajaj, hol van ez a séta, a migránsok? Nem csak a mága ügyben vagyunk a koronatanúk elnézést. Hogy jöttek át, aztán a kerítésen maguk elmegy a bíróság. A vízumunk. Igen, ez egy érdekes történet. Lájkolta valaki a mágát? Tényleg, végezzünk egy közelmi kutatást, most azért itt vagyunk. Igen, lehet, hogy közületek is egy 300 lájkolták már. Ha 1 000 000 lájkolója van a mágazolinak, akkor arányosan azért Békés Csabáról is kellett, hogy érkezzenek lájkolók, ha ezek igazi lájkolók, és nem hiszünk ennek a nagyon rossz indulat cikknek egyébként, hogy 800-900 000 bangladesi, pakisztáni, indiai lájkoló nyomta föl egy kicsit a mága Facebook oldalát. Kik vannak itt olyan Békés Csabaiak, akik új kigyós és bangladesi gyökerekkel is rendelkeznek? Indítsuk messzebbről a dolgot. Kilájkolja mondjuk a Balázsék hivatalos oldalt. Tegye fel a kezét. Jó. Gyerekek, okay. Nagyon sokan jelentkeznek. Köszönjük szépen. Kilájkolja Kassa Tibit. Aj, mennyien. Egy picit talán már kevesebb. Kicsit kevesebben. Így van. Kilájkolja milyen oldalunk van. Kövér László Facebook oldal. Semmilyen oldalunk. Ketten jelentkeztek. Igen. Igen. Oké. Okay. Kilájkolja az én oldalamat. Oh! No! De a mága már nem is érdekel. Na, ezek után biztos, hogy nem érdekel a mága, én már hátra dőlhetek. Oké, kilájkolta, de őszintén nem érjek ramúzni, kilájkolta a mága Zoli oldalát. Ott van. Csokolom, tessék egy kicsit közelebb érni. Gyerekek, egy lájkolója van a Mága Zoltánnak, Békés Csabát, egy darab lájkoló, meg egy srác, szerintem most, hogy nem kamuzunk, ott a hölgy, egy kéz rendült a maga. Csokolom. Mi a keresztneved, drága? Juci Shankar. Igen, egyenesen Pakisztánból, Jucikám. Nem, Szabadkígyósról. Szabadkígyósról. Mikor lájkoltad a Zoli oldalát? Nem tudom. És akkor mennyien voltak arra? Emlékszel, hogy akkor mennyien voltak? Körülbelül nem emlékszel. De belájkoltad. Hogy akadtál rá? Tehát kerested a mága oldalt, vagy egyszer csak így föl... Igen, följött is. Följött. Tehát feljött hirdetésbe, hogy lájkolt az oldalt? Nem, Facebookon. Ja, Facebookon megjelent a mága Zoli oldala. Aha. És kit lájkolsz még, Uci? Ki az, akit szeretsz? Titeket, hát minket is lájkolsz. Jaj, köszönjük szépen. A Balázsék oldalon is, meg az én oldalamon is, tehát mindenhol? Egy tengelyen mozogsz te a mágával, apám, látod? 500 000 egy like, ne, Jucika? Hát tudok neked is, hogy mikor tetszett felcserélni a Körös partjára a Gangest? Igen. Jucika, tudsz nekünk mondani mágas lágert? Fú, nem tudom, csak úgy az enyémet. De szimpatikus, szereted egyébként. Figyeljetek, egyébként nem von le az értékéből, tehát egy kiváló előadó művész, és egy kiváló zenész, egy nagyon szép elhegedül, de árulkodó azért az a jel. Árulkodó gyerekek, hogy itt mit vagyunk tényleg, mint a 200-300-at, egy darab Juci néni. Nem baj az, Juci Kvános, nehogy azt gondolt, hogy ez tök jó vagy. Nem, egyszerűen örülünk, hogy jelentkeztél, csak mondom, hogy az arányokra visszavezethető azért közben meg mégis 1 000 000 like lett. Hát azért az nem. Jó, de nem is azt mondták, hogy Magyarországon van ennyi lájkoló. Mondjuk, ez jogos, ez igaz. Hát pakisztáni, indiai. Majd egy bangladesi kitelepülésünkön majd ott is megkérdezik majd a közönséget. Jucikám, hogy tetszik a műsor? Szeretsz minket?
Vagy csak bekeveredtél a tömeg közepébe, és nem tudsz kijutni belőle. Mert... Megyek a piacra! Beszorított a tömeg, mert ott állsz középen. Én jöttem ide. Ezért jöttél szabad ide. Szabad ki gyorsan. Hány kilométer békés Csabát a Szabad ki? 15 kilométer. És átbringáztál, vagy átjöttél? Vagy hogy? Busszal jöttem. Busszal jöttél. Tegnap át akartam menni, csak korán zárt a kastély. Igen. Ja, sokat járunk oda az unokámmal. Jó. Igen? Szeretjük. Most csak átjöttél, megnézel minket és mész vissza. Igen. Nem, megyek még a városba utána. Van még itt egy műzikefemes kitelepülés. Ha már itt vagyok, onnan is elhozok valami kis bögrécskét. Nem, tiszteletbeli jelnöke vagyok a magyar-pakisztáni barátságklubban. Márka Zoli küldött, hogy valahogy népszerűsítse be az oldalát. Jó vagy, Juckám. És tetszik, amit látsz? Jól érzed magad? Hallgatsz bennünk, hallgat bennünket igen, egyébként? Igen, külön hallgatsz bennünket. Igen. Nagyon jó, szépen köszönjük. Hát köszönjük, aranyos vagy, hogy itt vagy. Gyerekek, hát azért ez egy érdekes kutatás. Nem tetszik tudni, mennyi most a rúpia? Hogy váltják? Na hát kíváncsian vagyok. De nekem ez tetszik azért, hogy a versenyhivatal lesz vizsgálja. Tehát, hogy hát azért mondják ki, hogy senki ne népszerűsködjön úgy, és én nem állítom, hogy ez történik, de ha ez történik, ne népszerűsködjünk úgy, hogy vásároljuk a lájkokat. Nem? Szóval mindenkinek legyen annyi követője, amennyien valójában szeretik. Hát ne ugráljunk itt 100 000-ről 1 millióra. Értem. Nem? Egy helye hátrébb kerültem. Tudod, mennyire fáj ez? Tudod, mit melózom mi ezzel, hogy fejjebb jöjjön. Autóbuszokkal hozzák majd a lájkjolokat Pakisztánból. Na jó van. Jövő még az Opel játékunkkal, jó? Így autóba van. Kell pakolni. Opel Grandland X játékunkkal, Balázs, kérlek. Köszönöm szépen, hogy helyre tettél. Ezzel folytatjuk mindjárt a hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Egy-két Viber üzenet gyorsan. Azt mondja, hogy mit írnak a hallgatóink. Végre Békés Csabán vagytok, és nem lehetek ott minden hétköznap reggel hallgatlak benneteket. Érezzétek jól magatokat a mi kis Békés megyénkben. Hello srácok, ott voltunk reggel, de sajnos szólított a kötelesség. A köcsök főnököm írja egy hallgató zárójelben. Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük, ti vagytok a legjobbak. Maradandó élmény volt. Szép napot, jó utat a következő állomásra. Ezt Tamás küldte nekünk. Egy csajszi, akit nagyon megbántottam, és nem beszél velem régóta, Julcsinak hívják. Remélem ott van, és üzenem neki, hogy ez egy nagyon nagy félreértés volt. Sajnálom. Itt vagy Julcsi. Julcsikám, itt vagy, nem szólítunk meg, csak tedd föl a kezed. Nem, Julcsi már valószínűleg egy másik pasival van. Szomorú az élet, de hát ugye ez az, ami megkeményít bennünket. Ilyen ez. Janikám, kitartás. Azt mondja, hogy már hogy a Jánosnak a kiírta a Viber üzenetet. Ferének üzenem. Ideje leszokni a cigiről, mert mától drágább lett a cigi. Üdv Bakony Csernyei dohányboltból Erika. Köszönjük. Én ismerek valakit Bakony Csernyén. Erikát. Nem. Nekem volt egy évfolyam tárgyam, osztálytársam, hanem egy sulis társam, aki Bakony Csernyei volt. És mit keresett ő Budapesten? A szlovák gimnáziumba járt, ugye? Ja. Úgy hívták Szabó Zoltán. Szabó Zoli, innen puszíjuk Szabó Erika, Zoli. Erika, írd meg, hogy ismered a Bakony Csernyei Szabó Zolit, mindenki, jó? Bakony Cserné, mindenki ismer hát mindenkit. Hát azért Bakony Csernyei csak Szabó Zoliból csak egy van, az a Szabó Zoli. Na, gyerekek, közben nekünk vendégünk lett, hoppá, vendégünk lett, egy rövid beszélgetés, Hello Anita, jó reggelt, Márton Anita. Sziasztok. Egy helyi erő, ahogy lehet mondani, ugye, hát igen, itt nagyon nem kell bemutatni senkinek, hello. Atlétikai világbajnokságban. Atlétikai világbajnokunk, jól mondom, ugye? Igen, így van. Hello, mit csinál? Jöttél bennünket megnézni csak úgy? Ki jöttél? Hát igen, most éppen itt vagyok Végés Csabán, úgyhogy gondoltam én is kilátogatok egy kicsit a helyszínre. Nagyon jó. Ma már ilyenkor az edzésen túl? Nem, hát így most ugye a délelőtti edzésem elmaradt, de este azért befótalom. Jó, most aztán nem ránk enni, hogyha csak ilyen valami ezüst lesz, nem arany a következő, jó, hogy miattunk nem tudtál edzeni. Jól, megteszem a tőletelhetőt. Helyes. Hogy néz ki egy edzés? Azért 2 óra, 3 óra komoly meló, nem? Tehát az... Igen, általában napi 2-szer edzek, 2,5-3 óra egy edzésem, heti 12 edzésem van, úgyhogy kitölti az egész hetemet. Atyaisten. És mekkora az a kis gojzile, amit dobáltok? Az hány kilós? Hát mi nők 4 kilós súlygolyóval lökünk. Hát az majdnem annyi, mint Jani súlya. 4 kiló. És a pasik? A pasik 7 kiló 26 dekával. 7 kiló 26. Nem vélete 24, 28, 26. Nem, fontos. Azért egy ilyen 4 kilós vasgolyót, vagy nem tudom mi, már azért látom. Meg mi a nőinél megállnánk, szóval azt hiszem. Szóval azért az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény. Hát és ugye tudni kell, hogy Anitának nagyon szép eredménye van a súlyemelésben is. Igen? Ne csak úgy a hobbit, mert az atlétika mellett csak egy kicsit még elmentés súlyemelnek. Igen, csak belelöksz a 400-ba egy kicsit, csak úgy mellesleg egyébként, igen? Ezt nem is tudtam. Nálunk ez alap, hogy ezt klasszikus súlyemelés napi szinten csináljuk, hiszen ja, edzés. Igen, mint edzést, és így alapult egyszer, hogy elindultam az országos bajnokságon, és sikerült is megnyernem. Tudod, és csak úgy mellesleg. Az milyen borzasztó lehet?
mondták, hogy mit csinálsz itt, ez nem egy atlétikeresen, súlyemelők vagyunk. Ne, csak én is indultam, és oda megy és megnyeri. És ha valaki 20 éves súlyemelő, és így megy az a kocsiba, tudod. Hát ez valahogy sajnos valaki az atlétikában. Sajnos valahogy a sportágnak kritikája is azért, de ettől függetlenül fantasztikus eredmény. Meg na, hát egy ilyen helyi hősnek számít az gyakorlatilag Békéscsabán, ezt azért ne felejtsük el elmondani. Tehát, hogy, hogy nem csak hogy az atlétikának az első számú képviselője vagy ebben az országban, hát ebben az országban, vagy ebben a városban neked előbb-utóbb kell majd egy szép szobor valahol, valamelyik közparkon. Már ki is néztem már ott szembe. És hát most reklámarc lettél a Békés Csaba Arad maraton, oda-vissza? Te is futsz? Igen, hát én jó magam nem fogok futni, de ha minden jól összejön, akkor én fogom a befutókat fogadni, és egy-egy éremmel úgymond megdobok majd mindenkit, úgyhogy én sok szeretettel várunk magad. Mindenkit. Ez mennyi? 300 kilométer oda-vissza? 200 kilométer körülbelül oda-vissza. Van a váltó, nem? Vagy valaki? Hát van, aki egyedül is. Egyedül? 200-at? Aha. Nem, hát nem kell azért megérni. Káros az, nem jó az. Nem egészséges. De lehet futni. Menni bringával, sőt rollerrel is. Van egyébként egy nagyon 20 kilométerig jó vagyok töltéssel. Ennek a futóversenynek is, meg egyébként a térségnek is volt egy nagyon jó nevű atlétája. Most már ő nem ezen a környéken, hanem Vozár Attila, akinek a nevéhez ez rengeteg nagyon-nagyon komoly eredmény fűződik így ultratávfutásokban, és ő is futotta például ezt a távolságot. Na, Anita, gyere akkor, a Feri kihív téged egy versenyre. Fogunk egy-egy labdát, jó? Ez lesz a labda. Igen, és látjuk, hogy Feri hogy dob, most megnézzük, hogy lök súlyt. Megnézzük, hogy ki az, aki messzebbre tudja lökni. De ez ezt a két én nem bírom el. Ugye vagy? Ez a két grammos kis labda. Gyere fel Feri, azért mondja percet. Menjek, várjál. Hogy kell bedobni, jó? Ezeket a labdákat majd, amikor visszahozza a hallgató, aki elkapta, aláírjuk. Jó, megmutatod a helyes technikát, és akkor megnézzük, hogy esetleg Ferinek van-e affinitása ez a sporthoz, lehetsége. Alákapa egy kis hátszél, és esetleg messzebb egy, mint a te dobásod. Hát nem olyan nagy a súlya ennek. Nem, ez egy konkrétan egy 3 grammos kis gumilabda, vagy mi ez egy kis felfújható labda, de a Feri neki vetkőzik. Nagyon helyes. Tehát ezt szemezem én alázatra. Ne nézz oda, Anita, ezekre az izmokra nem vagy felkészülve. Lazítsa már le a kezem, főnök, legyen kedves, jó. Én már csak mondom, nem, mert az megalázó lesz a számomra a karizmod, hogy én fölmentett voltam tesiből. Tehát én voltam az, aki a medicin labdát ki kellett, hogy hozzam, de nem lehetett megemelnem, csak gurítani. Komolyan. Te tényleg. Voltál mindig, aki kilökdösted lábbal a medicin labdát. Igen, de mondták, hogy Ferike ne emeld meg, mert bajom. Ferike, a zsámorugrás lesz, te most ülj le, nézd át a matekod, addig meg a környezetet, addig a többiek elmennek zsámort ugrani. Viszont amit te próbáld már meg lepengetni a füstövíz felett. Na, ugye bár is megfogtuk. Na, hogy kell csinálni? Tehát az ember odaáll, igen, ti pörögtök. Be kell állni egy dobó tervezve. Nem, a pörk is az a diszkosz. A pörk is a neki futtok így, és akkor a beteszem a labdát a nyakadhoz. Az miért rakják be a nyakukhoz? Ott jobban megtámasztja a nyak? Hát ugye a nyaktól kell ellökni, mert aki elveszi a nyakától, az már hajításnak számít. Mert hátra van bejövőjük közben. Az már gerelyhajítás. Jó, értem, tehát elveszed a nyakattól. Aha. Nyaktól, és onnan fogjuk. Hát ebből rögtön kiderült, hogy Balázs egyébként a diszkoszhoz, a súlyozás, a gerelyhez is ért. De ez is milyen egyszerűen kész, hogy oda mész, megfogod, eldobod, és közben mennyire összetett az élet. Mondjuk szembeszél van, megszívtuk, csak mondom. A szél mindenkinek fúj felé. Örjünk a stadion! Egy kicsit ráteszed a testődet a jobb lábadra. Nyújtjuk a kezeket fölfel, hogy elkapjuk a labdát, nyújtjuk a kezeket. Mivel nyitok föl? A bal kezeddel. De minek? Jó, hát hogy merre megy? Úgy, persze, hát hogy arra dobom. Jó? És a labdát felé a mikrofon. Hát próbáljuk meg. Jó, egyszerre. Jöjjön az őrjöngés, kicsi hang, gyerünk, így, hova dobja? 3, 2, 1, rajta! Lenes, Feri, lenes! Ki a király? A hátszél! Ki a király? Aláírjuk majd, jó? Anita, nagyon szépen köszönjük, nagyon drága vagy. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Köszi, nagyon drága vagy. De mondjuk én is nőivel dobtam most női labdával. Nem mondjuk ez is igaz. De egy kis hátszél alá kapott. Egyébként szerencséd volt. Jól van. Na, az utolsó játékunkhoz érkeztünk. Nem tudom, hogy megvannak-e jelentkezők. Az Opel játékunkhoz. Melyik Opel, igen? Ilyen is, Jani. Opel Grand Landing. Jó. Féltem, hogy esetleg este idehoztak egy másik Opel, de nem, akkor ez ugyanaz, mint tegnap. Ez a Grand Landing szígy van. És tegnap előtt is. És tegnap előtt is az előtt. Jó, tehát a játék lényege gyorsan be kell pakolni. Kicsit változtattunk a játékon. Kivettünk egy-két kelléket, mert tegnap este belenéztünk a kocsiba, és láttuk, hogy hát a kárpit nem annyira szereti az állólámpát. Úgyhogy...
Úgyhogy az állólámpát ma nem kell bepakolni, jól mondom, Feri? Nem vettük ki? Nem vettük, itt nem van. Nem vettük ki az állólámpát? Csak annyi történt, hogy meg kellett a tövénél ragasztani, mert ez kicsit megtört. Ja, hogy az állólámpa kicsit elfáradt. Legyen, hát ez az autó, ez most azért van itt. Aha, ott mondasz valami, hogy mi történt? Hogy micsoda? Síléc nincs. Ja, síléc nincs, bocsánat, tudtam, hogy valamit kivettük, hát a síléc nincs. Jó, oké. Okay. Hát minek kellene síléc? Igen, a sílécet kivettük, jó, a sílécet kivettük. Ja, esőbe kell, sílés nap, mikor süt a nap, nem világos. De nyugtassatok meg, a sícsizma ott van, ahogy János mondta ezt hétfőn. A sícsizma. A sícsizma. Oké, kik a játékosok? Erika és Kati, ti vagytok együtt? Igen. Milyen kapcsolat van köztetek? Unokatestvér. Jó, unokatestvér. Mióta 3 percet él. Most találtuk meg egymást hosszú évek kutató munkájával. Az unokatestvér leszek én. Igen, a Lidu összehozott bennünket, megkerestük a családomat. Most még van neki ez, van? Még hozogatja a családokat? Még úgy megy szerintem, mint a húzat. Tényleg? Hát már nincs olyan ember, aki ne találta volna meg a rokonát. Hát, most újra elválasztották őket, és újra keresik. Jól nézd meg, mert most meg is szétszedünk benneteket, hogy egy év múlva összehozhassunk. Igen. Gyerek van, Erika? Igen, egy. Akkor tudtok a pakolásról mesélni hosszasan mi, hogy mi mindent kell berakni egy ilyen családi nyaraláson. Az egyik csapat is, hol a másik? Niki és Ati. Attila vagyok. Ne hülyeskedj, most igen? Mondtam. Igen, ezt mi is kitaláltuk. Jártok? Már nem. Fél és feleség. Ja. És melyik kötök az erdész? Én. Mert ugye egy terepkavárgászol. Rajtad, igen. Egyáltalán nem. És nem? Nem. Basz. Nem, szöktetek már meg hotelből, voltatok lomtanításon, vagy van rutin? Szöktetek meg lomtanításról. A gyors pakolásban van-e rutin? Van. Van, oké. Okay. Kezdjük el akkor az első párral. Jó. Erikáék fogják, Erika és Kati fogja kezdeni. Megtanultatok mindent, ugye lábbal nyílik a hátulja, nem feszegetjük, így lenyomjuk van. És olyan utánmelni. Az autó, hogy ki tudja ő nyitni magától is, abban a pillanatban, ahogy ő érzékeli a lábatokat, már nyílik is, és egyébként a csukásnál is érdemes használni azt a gombot, ami arra van kitalálva, hogy lecsukja aztán az ajtót. Nem így kell van. Feszegetni, tudja ezt az autó, ez egy csodálatos Opel Grandland X. Köszönjük szépen, János, köszönjük szépen, hogy helyre tetted, hogy milyen játékot játszunk. Milyen érzésed van most, Jani? Súf. Jó, akkor számoljunk. Csak el látjuk, hogy lányok, legyetek ügyesek, 100 000 forint készpénz a nyeremény. Jó, aki előbb bepakol, be kell ülni, automata, rálépni a fékre, és megnyomni az indító gombot. Jó, így indul a történet. Kulcs nálatok, mehetünk? Opeles kolléga lemondóan nézett, most már ennek mindegy. Na, jó, akkor van. Indítsa János. Na nézzük, jó? János? Na akkor, 3, 2, 1... Súf, súf, súf. Jó, egy hátsó ajtó nyílt ki, meg most de nagyon gyorsan, nagyon aha, gyorsan. Megy ez, jó, ez jönni fog, ez föl, jönni fog. Húzzuk fel, akkor húzzuk fel nyugodtan. Jó, nem lesz baj. Jó az. Köhög már kicsit így szegény ajtó, hogy egy hét után, de húzzuk fel, akkor. Éres a torka, de... Igen, van rajta kaszkó, nem mondjuk lesz baj. Nincs tempó, csajok, aha, tehát nem nagyon jó, sietek. Jó, jó, jó. Ütőtáskák mennek be hátra a csomagtartóba, a pecabot is érkezik. Igen, nem, az jó. A rózsaszín a testmink táskád, ebben megegyeztünk. Tegyük be azt is, az állólámpál, az is benn van, nagyon jó, csomagok. Mi volt a duma? Mi volt a kiabálás? Az nagyon nagy duma volt. Gyerünk el, holnap indulsz Romániába, fiam! Holnap indulsz Romániába? Fiam! Holnap indulsz. Tényleg megy Romániába egyébként? Tényleg megy Romániába? Megy, utazik? Utazik Romániába. Üljetek be gyorsan, és indítsátok be az autót. És az a kis nyugdíjas nénit, aki ott áll az Opel előtt, próbáljátok meg elütni. Nehogy elinduljatok, hagyjátok P-be, jó? Úgy, és meg vége. Nem volt ez rossz. Kicsit lassan jó indult. Volt, kicsit lassan indult, de aztán a lányok felpörögtek. 58,6 másodperc. Igen, viszont mindenkinek annyira tetszik, hogy senki nem száll ki ezt észrevettétek, hogy mindenki mentül. Hát, fújnak kis, egyet. Jó kis verde ez. Fújnak egyet, igen. Oké, na gyertek lányok akkor, kiveszük gyorsan na, a cuccokat. Lányok, hello. Lányok nem akarnak kiszállni. Ne szórakozzál. Jó. Miért indul Romániába a játékosunk? Azt mondja, mit csinálsz Romániába? Vagy miért indult? Valaki nagyon kiabált neked. Menjünk kirándulni, ilyen családi kirándulás, Torockóra. Hát ez gyönyörű. Nagyon hát ez szép gyönyörű. Helyre mentek. Hát nagyon szép hely. És akkor ma kell a rutin a pakoláshoz. Hát jó volt a kiabálás, hogy pakoljál, holnap megyünk Romániába, pakoljál. Visszafelé mivel jöttök? Cigivel? Meg ízével, üzemanyaggal. Kocsival. Autó is kéne. És mennyi időre mentek? 3 napra! Hát akkor az egy ilyen kis villámlátogatás. Hát az ott nagyon sok mindent meg lehet nézni, gyönyörű. Igen. Gyönyörű az a rész. Na jó van, oké, kipakoltuk a másik autót. Még nem, még ünítjük, mert itt közben kicsit nehezebben sikerült a hátsó ajtót kinyitni, a csomagtért ajtaját, de mindjárt szegény kész autó vagyunk. Azért, amit ez kiállít az egy hét igen. alatt, azért az nagyon kemény. Az elején arra gondoltak, hogy ilyen 80%-on eladják, már csak 40 igen, szerintem. Igen, a Balázsék játékában szerepelt autó 10 kontáron eladó. Azon csodálkozom, senkinek nem tűnt fel még eddig, hogy ez egy teleszkópos bot. Tehát, hogy viszonylag gyorsan össze lehetne pontintani, igen, mindenki egybe rakja be.
Szóval nagy kapkodásban ott nincs hát idő most ezt felmérni, hogy berakják egybe. Így van, esőbe kapnak. Ez a feladat, érted, így kell betenni. Okay. Na, Niki és Ati, akkor ti következtek, 58,6 másodperc, ez alá kell menni, hogy meglegyen a 100 000 forint, jó? Kitörő lelkesedés, hihetetlen. Jó, hihetetlen. Hát itt egyébként... Hajrá, Püti! Így van, Ati személyben egyébként itt igazi őserő van, tehát arra nagyon vigyázzál, hogy amikor meglendíted lábad, hogy kirúgd a jobb kereket. Azzal lehet sok időt veszteni a csomagtartó nyitásával. Mehetünk? Jó, na, figyeljetek akkor! Na, Jani. 3, 2, 1 Súf, súf, súf. Ati megfontolta, lendít. Ne, lendíts! Na, ez meg is jó, van, megvan, jó vagy. Gyere, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá, Jani! Nem, nyújtam hozzá. Csak úgy mentél, hogy mondom, nehogy megállítsuk. Próbáltam, mert az előbb ugye egy picit megtorpant az ajtó, de most egyébként ők, figyeljetek, ők hatalmas lendülettel pakolnak hát, be. Ati, ne, Ati, neked nem kell a 100 000-es? Csak aha, hogy így tényleg. Van, hajrá, mindenképpen a fikusz is kerüljön be, a sminkes táska is, nem nagy a tempó, teleszkópos bot is, az ásványvizek is. Csukjuk így le. Van. A lopott holmi. Így van. Rakjátok a lopott szajrét be a kocsiba gyorsan. Így van. Hajrá, 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 üljetek be. És indítsatok. Indítsad. Nagyon necces lesz, nagyon egyforma idő lesz itt ez. A ott a itt vége. Van. Hasonló, hasonló a két idő szerintem. Na. Hát gyerekek, hadd szálljanak ki a ti. Ati, gyerek ki! Ez az. Sokat Arti gyerekére hoztad vissza a fűnyírót, megígértem. Visszahoztad, csak elhoztad az élét. Itt azért szoktuk. Az van, hogy ez 42,2. Na, pedig nagyon nagy tapsot a tiéknak. Lassulak tűnik. Köszönjük szépen. Pedig nem kapkodtál, Atikám. Nem, nem. Kicsit lassú vagyok az elején mindig. Igen, ha érezzük. Így van. Beszédbe, mozgásba. Jó, hát komótosan. Soha nem panaszkodik. Komótos, de tudja, hol kell rakni. Így van, tudja, hogy kell befakolni. Gratulálunk. Na, hát ez szép volt. Mi lesz a 100 000-ből? Elköltjük. Óriási vagy. Ez jó. Nyaralás. Nyaralás. Majd anya megmondja, ugye, hogy szokták ezt. Jól van. Ügyesek vagytok, gratulálunk. Jó, költsétek el akkor a pénzt jó dolgokra. Mi pedig jövünk még a nap legjobb pillanataival, valamint egy darab dalfelismerő játékunkkal. Uh-huh. Itt vagyunk mindjárt pontosan, 9:30 van. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, négy, tíz lesz. Pontosan 5 perc szóálló mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók. Mit csinálsz? Selfizget? Igen, én is. Jó, sokan vagyunk itt Békés Csabán. Piknik, majális, lufi, így. Ajándék és Ferenc. Mindjárt jön a Best of All, meghallgathatjuk Ferenc új kigyosi táboros történetét. Á, gyerekek, ami jó, nagyon az szeretük, jó. Nagyon szeretük. De előtte akkor gyorsan a dalfelismerő játékunkra. Hello, jó reggel. Hello. Hogy hívnak? Szuróka Lucia. Lucia, te elől is fotózkodsz és hátul is. Ami nem azt jelenti, hogy megfordulsz úgy, hanem a hátul is elkapott Lucia, majd előre rohant is itt is, te többször. Figyelj, ez úgy van, hogy az első nem volt jó, nem volt jó képű, a Balázs olyan nincs. Nem, hanem próbáltam minél többet, hogy legalább egy jól sikerüljön. Igen, mert az összesen annyira borzasztóan nézett ki a Balázs, mert emlékeztem rád hátulról, már nem úgy. Emlékeztél volna te úgy is, de nem úgy hátulról emlékeztem rád, hanem hogy ott voltál hátul, és aztán mondtam az előbb, meg már itt vagy elő, hogy repkedsz itt össze-vissza. Igen, igen, nem akartalak megbántani. Mivel, hogy kérsz még egy fotót? Nem, hanem hogy nem lett jó az első. Ja, nem. Mások szóltak, hogy fikás az orrom, úgyhogy nem kellett neked mondani abszolút, hogy nem volt baj. Jó, feltűnt, itt is, ott is. Oké, dalfelismerő játékunk. Oké. Tudod a szabályt? Persze. Mondjuk 400-an vagyunk, akik játsszák most ezt a játékot egyszerre. Nagyon szép nem pénzeket szedtünk ki a főnökség zsebéből a héten. 80-90-eket, úgyhogy ne hagyd magad. Hát próbálkozom. Igen. Mi a dal, mondjad? Ezt nem mondom meg. Majdnem. Mehetünk? Mehetünk. Na, amikor mondod, hogy stop, elég annyi, hogy stop, ne folytassuk, okay. akkor megállítjuk. Ha bárki akkor tudja, jó? Nyugodtan segítsetek, stoppoljatok neki, jó? Úgy se ad stopokba belőle. Úgyis erősek vagyunk, így hát az stoppos, stoppot, azt mindenki tudja mondani. Oké, okay, mehetünk? Mehetünk. Indítjuk a dalt. Oké. Okay. Azaz. Állíts meg! Ha, igen. A stopot, azt valaki besúgja. Hát nem jöttetek még el, kérdőben ezt így kell játszani. Az a fiú ott kell az mondani, első másodpercben azonnal, de várjál, nem mondd meg. Na. Coldplay. Tessék? Ezt meg se hallottam. Úristen. Ja, mit mondták Coldplay? De azt igen. Meghallottam. Azt igen? Meghallottam. Bocsánat, most láttam a papit. I was something just like this.
Na, kicsit megváltozott a hangod, ahogy bemondtad a dal címét. Kicsit elkezdtél mutálni. Mit mondod? Ez az? Ez az, ez az. És jó a válasz. És jó a válasz. Jól van, hát így van. Ez egy jó kis Coldplay dal, igen. És Chainsmokers, ez volt a dal címe. 7 másodpercet találtad ki, tehát ez 50 000 forintot jelent. Na! Nagyon jó, köszönöm! Mit csinálsz vele, le? Elverjük a hétvégén a csajokkal. Ez a fiatal tudatosság, ezt hallottuk tegnap is Szegeden. Illetve én megkérdezem, és a kollega mennyit kap? A kollega? Hát, egy pohár üdítőt. Hó, micsoda bőkezűség, igen. De nagy lelkű. Aha. 50 az most már kimondtuk, hát ne legyél sóhely. Most rászóltak a fülünkre, hogy 40. Bocs, 40, de igen. Most már 50-et mondtunk, legyen aha. 50. Hát most... Elég a 40. Igen, igen, van egy forró drótunk. Persze, persze. Be vagyunk kötve Andyhez. Így van, van egy forró drótunk. Tökéletes. És odafizolt a főnök, hogy 40 az. 40 srácok. Írtam, és hallgatlak. Üdvözlöm a főnököt akkor. Igen? Után, igen. Üdvözled a főnököt? Üdvözled a főnököt? Na jó, van, megmondjuk. Akkor 60, ha üdvözled a főnököt. Jól van, átadjuk. Oké, na jó van. Na mi van, gyerekek? Ah, Isten, de lassan folyik. Jövünk elvileg a best of fall. Jövünk elvileg a nap legjobb pillanata. Igen, csak nézem közben Lászlót, mert László itt közben elrohant valami és leesett a pultra. Hey, igen, valami belevett, amiben nem kellett volna is. Azóta rángatja a tojtojnak az Laci, ajtaját. Laci, te hallod-e? Lejátszottuk a játékot. Hol van a Judit? Aha, ülőkét lehajtottad, ugye nem fostad körbe megint minden. Mondjátok meg Csics kolléganőnek, hogy keressük egy pillanatra. Hol van? Miért nem jön már Csics kolléganő? Ja, Istenem. Jó, hát akkor addig leadhatjuk a best of-ot is egyébként. Hogy szökel? Nézd, hogy szökel a kis szőke rádiós hostess lány. Hogy szökel? Hogy átszökel? A kis gida. Hát a kis gida. Holnap majd kapsz, ha hazaérsz. Oké, na jó van. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, jó? Ha minden igaz. Igen, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Mutatjuk Ferencet, megtaláltuk Ferenc egyik ismerősét. Ő az ott, aki megy hátra. Ferenc kiderült, hogy ugye új kigyóson belefutott egy táborba. A legendás fogyitáborban. Kiderült Ferire, hogy 13 évesen fogyitábor volt új kigyóson. Föllépni szemetek! Mint állandó meghívott vendég, a rendezvény arca. A fogyitábor arca. Igen. Akkor még slank voltam és karcsú. Így van, a fogyitábor arca és kudarca. Igen. Igen. Mindig kell a negatív példa, hogyan ne csináljuk. Igen. Szóval lesz egy hölgy hallgatónk, itt elmondta az elsősorban, erről beszélgettünk, meg felhívtuk azt a fiatal embert, aki felvette, hogy mentik a kacsákat. Szilvás gombóc! A felszín édes hó! Hogy mentik a kacsákat ugye a parlamentnél, és beszéltünk is vele, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen! Gyere Jánosom, elköszönni, mert aztán megyünk gyere tovább. Gyere ki a kis kukszniból! Gyere ki a kis kapszulátból! A kis kapszulátból! És jön az ének, figyelj! Happy birthday to you. Magyarul is lehet. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jani. Happy birthday to you. Hey, nagyon szépen köszönöm. Jaj! Fejelj bele! Feküdj mellé, feküdj mellé! De kis gusztusos és de szép torta. Igen. De az a rakéta az nem gyulladt meg annyira. Vagy az nem akarta az igazságot. Már ezen dolgoztunk a best of előtt is. Ja, most ha belenézik, biztos belobbanak. Azt nem tudom, figyelted, de hogy mindösszesen két hapsi énekelt neked Valázs és a kollégája. Igen, kicsit jutott. Számítottam erre a 200 emberre, de kicsit egyedül maradtam ezzel a Happy Birthday to You-val. Jó, van, gondolom, Jánosom, köszönöm. Csomagoltassuk ezt a tortát, ugye? Csomagoltassuk. Persze, így ámblokk az egészet, ahogy van a két hetem. Este elnyalogatom a hotelba. Milyen rossz kérdés? Ja nem, gesztenye. Gesztenye, nagyon szépen köszönöm. Egy picit kapott? Gyurcikém, ezt nagyon puszi? Kedves Halász Juditot kiveszed alulunk, mert hogy lefutott közben. Köszönjük szépen. Mi van, büdös a szád? Hát ezt csinálta! Feri, hogy olvasom bent a kommunikációmból? Igen, egyébként most tettem meg egy szendvicset, és most nem az igazi. Jó. Köszönjük szépen. Nagyon szépen, köszönjük szépen. Azért a torta is rendben volt. Hát, na, igen. Tudunk ugye? Mi, ha szeretem akarunk. A gesztenyét, de hát vannak dolgok, amiket még na, gyerekek, még van egy feladatunk, hogy átadjuk annak a műsorvezetőnek, aki egyébként itt jelen helyzetben, ugye, ebben a városban nagyobb sztár, mint mi vagyunk, ugye a 104 rádióegynek, az igazi rádióegynek, vagy az egyetlen rádióegynek, ha lehet ennyire hazabeszélni, az utánuk jövő műsorvezetője. Egy adatokszot kérünk, Oszikám! Hello, Oszikám! Hello.
Nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, jó volt veled. Nagyon örülünk, hogy megismertük. Mi történik ilyenkor délelőtt? Mert hát megmondom őszintén, nem mindig hallgatjuk. Mit csinálsz ilyenkor? Kívánságokat teljesítesz? Vagy azt mondom, hogy egyszerűen csak jó fej vagy, de hogy mi történik? Többek között kívánságokat is, igen. Rengeteg SMS, Viber üzenet jön, úgyhogy lehet küldeni az Igazi Rádió egyen a 104-en. Az nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Nem ám a száj össze-vissza küldözgetjük. Nem, az Igazi Rádió egynek küldözgetjük. A 104 Rádió egynek. És akkor meddig vagy? Meddig vagy? Kettőig, háromig, mint az Attis Pesten? Délig. Tisztől délig? Tisztől délig. Hát ez nagyon nyugger ez a meló. Meg előttetek, reggel 5-től 6-ig. Ja, aha, tehát előttünk vagy kicsit. Az felvételről megy, hagyjad már. Nagyon jó, nagyon jó. Az felvétel az 5-től 6-ig. Nem? Néha. Ha mondjuk azt, mondjuk azt, igen. És a kockám, te délben akkor végzel is, tehát tisztől délig, ezért rövidebbre, rövidebb meló. Igen, ilyen nyugdíjas vagy. És utána mész a földekre, vagy? Köszönöm, igen, megyek kapálogatni. Jó van, hát na, akkor vidd a stafétát, átadjuk neked, jó? Nagyon szépen köszönjük. Rohanok be a stúdióba, úgyhogy szavaztok. Sövi osz. Köszönjük szikám, vigyázz magadra, köszönjük szépen, ciao. Ugye szóba került az Anitával való beszélgetés során egy közelgő sportrendezvény, ez ugye a Békés Csaba Arad Szupermaraton, ezt június 2. és 3. között fogják megrendezni, és azt tudni kell mindenképpen, hogy az Igazi Rádió 1 104 stábja várja majd a rendezvény második napján, vasárnap a befutókat egyébként, illetve hát természetesen a sportolóknak a családtagjait is, egy nagy légváros, koncertes rendezvénnyel, úgyhogy mindenképpen érdemes rá elmenni, több mint 1500-an neveztek egyébként eddig, és 21. éve rendezik meg ezt a fantasztikus sportrendezvényt, aminek egyébként, ahogy már az előbb is kidőlt, Márton Anita, Békés Csaba büszkesége, az arca. De neked csengetnek a városok zsebbe, hogy minden adás végén nyomsz egy ilyen helyi programajánlót? Mert hogy én ebből a borítékból kimaradtam, tehát nem bajám, ha azért osztozunk azon, amit a zsebbe kapsz azért. Igen, igazából nem csengetnek, de ez a célom. Legközelebb majd megtaláljanak. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, és akkor elköszönünk. Hát gyerekek, milyen meghosszuk a jó időt. Vagy a Békés Csabaiak hozták meg nekünk, nem tudom, de ez ma fantasztikus volt. Az van, hogyha választani lehetne egyébként, vagy azt lehetne mondani, hogy mondjuk 5 alkalommal hova menjünk, akkor ez Békés Csaba lenne. Nagyon, nézd. Mondom, hogy hajtok arra rohadt borítékra. Minden városban ezt mondja, hagyjátok. Polgármester magát a végén. Városi kasszából csengeni. De nem, tényleg egyébként nagyon kis vidám társaság vagytok. Idő is, közönség is. Jól érezzük magunkat itt Orosházban. Nagyon. Igen, csodálatos hely, hódmezővásár. Hihetetlen, fantasztikusak vagytok. Az Orosház egy óriási. Nagyon jó arcok. Hát így van, ilyen Szabolcs. Vegyétek vissza a kolbászokat. Így van, ne írjátok meg, igen. Ironia. Igen. Na, hát a naphallgatója nem akarja. Aha. Pedig nagyon jót írt, azért ezt hagyd mondjam, mert fejből emlékszem az SMS-éről, illetve a naphallgatója, ugye a kacsás videóra reagált, azt mondta, hogy ha még több kacsát akartok látni, akkor nézzétek a közszolgálatot. Jó. Hát jó SMS volt, nagyon szellemes volt, igen. Köszönjük szépen. Na jó, holnap szólnok. Igen, holnap szólnok. Te jössz? Zárunk. Én reggel érkezem. Reggel. Zárunk, nagyon nagy reményekkel megyünk Szolnokra, most ugye nem régóta szólunk ott már. A pont azért kivoltak már éhezve ránk, frekvenciába is, meg látványban. Nagyon reméljük, hogy hallották a mai adást, és hallották, hogy milyen kellemes volt itt a hangulat, meg milyen jól érezték magukat. Ami Palacsinta Fesztiválba tenyerelünk ott bele éppen, tehát számítunk azért a szeretetre ebben utánunk, a formában is. Délután indul, de hát ha addig jó, azért egy 80 lesütött alufóliába azért a gyereknek hazamehet. Tehát, hogy azért nagyon szereti. Azért, mert nincs megtöltve, azért egy joga, örülünk neki. Megtöltjük otthon. Igen, sütéssel van a baj. Hild János tér egyébként, csak mondom, ott leszünk. Így van. Ott leszünk. De szerintem meg fogjátok találni. Így van. Drága Békés Csabiak, köszönjük szépen, hogy ennyire szerettetek bennünket. Nagyon-nagyon drágák vagytok. Köszönjük szépen nektek. Amikor tudunk, visszajönni, jó? Az Igazi Rádió egyet tessék hallgatni, amíg még vagyunk. 104 Rádió egy, nem elfelejtem. Köszönjük szépen külön annak a 300 statisztának, akiket Feri saját zsebből fizetett. Ennyi, de megérte, látod, és mind jó fej. Tehát én nem szomorú statkókat hozok. Van, profi. Igen, egyelőre rekord tömegben egyébként, azt hiszem, nagyon sokan vagyunk. És még néhány szót mondanék a Békés Csaba. Hagyjál már, holnap 6-kor találkozunk. Sziasztok, köszönjük! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.